Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket újra a Városházáról. Önök Pécs megye jogváros közülésének közvetítését látják a Városi Televízió által. A délelőtti időszakban a közülés megtárgyalt 18 napirendi javaslatot, ebből 17-et elfogadott. A következő órákban, tehát Önök a közülés közvetítését láthatják, a következő napirendi pont tárgyalásával folytatja a közgyűlés a munkáját. Akkor Márkszner Andrásnak átadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Én alpolgármester asszonyhoz szerettem volna a kérdést föltenni a Hunyadi Mátyás kollégiumban elhelyezett tanulók ügyében. Miután ő nincs itt, ezért most nem tudom ezt feltenni. Én azt kérem, hogy akkor csúsztassuk el ezt a kérdést, akár a holnapi napra, vagy pedig hát akkor, amikor alpolgármester asszony itt lesz. Jó, megoldjuk valahogy, köszönöm szépen. A következő kérdező Simonovics Ferenc képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! Édes Tova, 3 hónapja, hogy a költségvetésünket vettük a részönkormányzat, és nagyon sajnálom, hogy itt lesz a nyári szünet, és még mindig semmiféle reagálás nem történt rá. Én megkérdezem, hogy mi az oka annak, hogy nem kaptuk meg, vagy nem lett elbírálva a költségvetésünk, valóban meg kell várni az összes részönkormányzat megalakulását, vagy lesz lehetőség arra, hogy feloldjuk ezt a tilalmat, és valóban hozzájuthat a részönkormányzat ahhoz a pénzéhez, amit még a nyáron fel is tudna használni. Amennyiben a nyári szünet bekövetkezik, én kérem, hogy hatalmazzuk fel a jogi és az ügyrendi bizottságot, amennyiben meg lesz az elosztás, akkor kapjuk meg, és legyen lehetőségünk, hogy fel is tudjuk használni folyamatosan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Molnár Tamás ügyrendi bizottsági elnök úr kíván választ adni a kérdésre. Most jó. Szeretnék én válaszolni elsősorban, mint a költségvetési bizottság tagja, a nem jelenlévő Nagy Csaba elnök úr helyett, mert tudom, hogy a Költségvetési Bizottság megtárgyalta a jogi ügyrendi ajánlata alapján a pénzfelosztást. A jogi ügyrendi bizottságnak az álláspontját is figyelembe vette bizonyos mértékig, ami az volt, hogy a már megalakult részönkormányzatok jó példája nyomán újabb, tudtommal most is 2 anyag van, amely részönkormányzat alakítást igényel, tehát újabb részönkormányzatok alakulására lehet számítani az év során. Szám szerint ez elérheti akár a 7-et is, mondjuk ez körülbelül a végső határa az ezében alakulhatóknak. Ezért a Jogi Ügyrendi Bizottság megfontolása ajánlotta a költségvetésének, hogy az ECR-ra elkülönített 10 millió forintnak csak egy arányos részét használja fel a már megalakult részönkormányzatok költségvetésének elfogadása után annak finanszírozására. Mi 50% körüli arányt ajánlottunk, ezzel szemben 70% került elfogadásra a Költségvetési Bizottságon, vagyis a 10 millió forintból 7 millió forintot az eddig megalakult részönkormányzatoknak a támogatására javasol a bizottság biztosítani, mégpedig olyan felosztás alapján az eredeti bizottsági előterjesztés szerint, hogy a lakosság arányosan kerül ezt felosztásra, ami exakt szám és könnyen kimutatható. Ezt továbbítottuk egyrészt a jegyzőiroda felé intézkedés, illetve a számok kimunkálása véget, másfelé a közgyűlés felé, mint bizottsági ajánlást. Nem tudom, hogy miért nem érkezett napirendre. Kérem türelmüket, holnapig utána nézek a dolognak, és portólagosan napirendbe vetettem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt közülésen egy kéréssel folytatnám. 25. sorszámmal van egy napirendi pontunk, Pécsi Vízmérti működésével kapcsolatos feladatok címet viselő napirendi pont. Én azt szeretném kérni a közgyűléstől, tekintve, hogy itt olyan sürgős ügyek állnak még előttünk, mint a cégbejegyzés és egyéb hasonlatos sürgős kérdések, hogy ezt egy gyors szavazással tegyük át mostani tárgyalásra, hogyha ezzel a közgyűlés egyetért. Én erre egy szavazást külön kérnék, és ezzel folytatnánk a közgyűlés munkáját, hogyha nincs kifogás. Tehát kérdezném, hogy ennek a napirendi pontnak most történő tárgyalásával a következő napirendi pontként kiért egyet.
Köszönöm a közülés elfogadta, 40-en támogatták és egy főn tartózott, tehát a 25-ös napirendi ponttal folytatjuk, előterjesztő Papp Béla alpolgármester úr. Tisztelt közgyűlés, vége felé közeledik az a döntés sorozat, ami reményeink szerint most már a Pécsi Vízmű RT létezését, megindulását teszi lehetővé. Az anyag kiosztással került a képviselőkhöz, mégpedig azért, mert az elmúlt időszakban, tehát az előző közgyűlés óta folyamatosan folytak azok a vagyonmegosztásról szóló tárgyalások, amelyek arról szóltak, vagy hát azért váltak szükségessé, hogy a Vízmű RT részére korábban nevesített, már úgy értve, hogy összegszerűen megjelölt vagyonhányadót fizikai valóságába is különböző vagyontárgyakkal föltöltsék. Ez az előterjesztés önök előtt van. Én azt hiszem, hogy többé-kevésbé minden képviselőtársam ismeri az ügyet, úgyhogy különösebben nem szeretném értelmezni azt a négy pontot, amelyről szól a határozati javaslat. Az elsőhöz mindössze annyit mondanék, hogy ugye a RT-hez a társközségek is a vagyonrészüknek megfelelő, vagy a tulajdoni részüknek megfelelő vagyon beviszik, viszont a megmaradó és itt a munkaneve Pécsi Fürdővállalat megnevezésű céghez a társközségek a vagyonrészüket nem akarták bevinni, és így pénzbeli megváltásra kerül sor. Erről szól egyébként az előterjesztés hármas pontja. A négyes pont az megnevezések, egy pontosítás, egy korábbi elírásról szól, és a kettes pont pedig az új, illetve a megmaradó, de különálló, különváló vállalatnak az új megnevezését tartalmazza. Tehát most ezek azok a döntések, amit a közgyűlésnek meg kell hozni ahhoz, hogy július 1-jével az RT meg tudja kezdeni a működését, illetve a megmaradó immáron Pécsi Fürdővállalatnak átkeresztelt képződmény pedig a további a szétváláshoz, alapvetően a pénzügyi szétváláshoz szükséges feladatokat különböző megegyezések formájában el tudja látni. A magához a határozati javaslathoz ennyit fűztem volna hozzá. Van még, ezt, és nem tudom, itt most kérdezem a képviselőtársaimat, hogy egy személyi javaslat is van, hogy ez kiosztásra került-e. Kiosztásra került. Ahhoz majd a szavazás előtt egy-két dolgot még szeretnék mondani. Kérdezem azt, hogy a határozati javaslathoz, amely a vagyon bevitelről vagy elvonásról szól, ehhez van-e valakinek kérdése. Azt még el kell, hogy mondjam, hogy a szokásos ad-hoc körben történtek ezeknek a dolgoknak a megbeszélései, tehát frakcióvezetők és gazdasági vagy gazdasági jellegű bizottsági elnökök részvételével tárgyaltunk erről az ügyről. Tehát akkor most kérdezem meg, hogy a határozati javaslathoz van-e valakinek hozzátenni valója kérdése. Igen, tehát kérdés van ezzel kapcsolatban. Nem látok jelentkezőt, akkor visszaadom a szót. Ja, hát jó. Akkor erről a határozatról kérem, hogy a közülés szavazzon, tehát ahogy a polgármester úr említette, szavazzunk róla. Ötten támogatták és 7 képviselő tartózkodott a közülés, tehát elfogadta a határozatot. Tisztelt közgyűlés, miután egy vállalat, nem vállalat vezető nélkül, és erre nem csak azért van szükség, mert formai előírás, hanem azért is szükség van, mert a szétválás során az új vállalat vezetője az, aki a szétválással kapcsolatos teendőket a fürdővállalat részéről el kell, hogy lássa alapvetően. Annyit a dologhoz, hogy miről is van szó a szétválásnál, hát mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy a
pénzügyi szétválás nem egy egyszerű dolog, itt a vállalatnak kintlévőségei vannak, a vállalatnak, mármint a Kft-nek, most Vízmű Kft van pillanatnyilag, kiszámlázott tételei vannak, sőt még lesznek is, mert a június 30-ai fordulónappal történik a kiszámlázás, és ezekre a kiszámlázott vagy kiküldött számlákra beérkező pénzekről is nyilván rendelkezni kell, hogy hogyan, milyen formában történjék a megosztása az új cég, illetve a megmaradó cég között. Tehát nem egy egyszerű feladatról van szó, azt mindenképpen ki kell, hogy jelentsem, és hát nyilván megfelelő konzultációk után tudom ezt kijelenteni, hogy ezek a megállapodások csak és kizárólag a tulajdonos jóváhagyásával történhetnek meg, tehát senki se fogja azt kérni, vagy javasolni, vagy engedni, hogy a Vízmű RT és a fürdővállalat utána véget nem érő akár marakodásokkal vagy vitákkal ne tudja megoldani ezt a problémát, tehát olyan helyzet álljon elő, hogy ez a szétválás belátható időn belül megnyugtatólag ne rendeződjék. A személyre vonatkozólag a következő a javaslata, hogy önök előtt is van, Szabó Tamás július 1-től december 31-ig történő megbízásáról szól az előterjesztés. Ugye a december 31-e az egy újabb dátum, a múltkori döntésünknek megfelelően akkor fog a fürdővállalat fürdő Kft.V. átalakulni. Annyit még mindenképpen el kell mondanom, hogy a személlyel kapcsolatban az RT francia tulajdonosai bizonyos problémákat lát, illetve fejezett ki, de miután a általa elmondott kifogásokat vagy észrevételeket itt ebben a körben és elég széles körben próbáltuk értelmezni, úgy érezzük, hogy nem egészen helyénvalóak, tehát nem annyira érdemiek ezek az észrevételek, mint ahogy esetleg a hosszas telefonbeszélgetésekből ez kiderülhetett. Én úgy gondolom, hogy a jelenlevők túlnyomó része személyesen is ismeri a javasolt szemét, tehát az eddigi ténykedése garancia arra, hogy a két cég szétválása az korrektül, és mind a két cég érdekeinek a figyelembevételével történik, és hát el kell mondjam, hogy csak úgy tudom elképzelni, hogy ez csak így történhet. Az is természetes, hogy Szabó Tamásnak, aki pillanatnyilag a Vízmű Kft. Gazdasági vezetője, még restanciái vannak, tehát erre mindenképpen a munkaszerződésében, vagy a munkaszerződésével egyidejűleg rendelkeznünk kell, és hát, hogy mondjam, ha úgy tetszik, a kinevezés föltétele az, hogy a féléves zárásokat, az ottani elszámolásokat neki még meg kell csinálnia, és emellett kell az új vállalat megindulását is szerveznie. Én összesen ennyit szerettem volna mondani, és ha kérdés van a elmondottakhoz, vagy attól függetlenül is, akkor kérem, hogy tegyék föl. Van-e kérdés az előterjesztőhöz? Ha nincs, akkor kérem a szavadást erről a javaslatról. Hatan támogatták és 6 képviselő tartózkodott, tehát a közülés elfogadta a kívánt minősített többséggel a személyi jelölést. Akkor kicsit most ugrálva és visszatérve a korábbiakhoz, visszaadám a szót Meissner Andrásnak, hogy kérdését fel tudja tenni. Tessék, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Alpolgármester asszonyhoz szeretném a kérdést intézni. Nevezetesen arról van szó, hogy a Hunyadi Mátyás kollégiumban, a Ciszterci rend által működtetett kollégiumban közel száz tanulónk volt elhelyezve, a város más intézményeiből ők fiú tanulók voltak. Ugyanakkor az egyházi gimnázium leánytanulóit a város leány kollégiumaiban helyezték el. Na most a fiúk után a város egy adott összeget, egy szerződésben meghatározott összeget fizetett a ciszterci rendnek, míg a lányok után fizetés nem történt. A
közgyűlésen ez már szóba került, hogy valamilyen megoldást kell rá keresnünk, és alpolgármester volt, asszony volt az, aki feladatul kapta, hogy tárgyaljon a renddel. Ennek eredményét szeretném megkérdezni, hiszen szeptembertől valamilyen módon másként kell kezelni az ügyet, mint ahogy eddig volt, mert vagy egy kompenzációs alapon kell a fizetést megoldani, vagy pedig a fiúkat a kollégiumból el kell hozni, és a város más kollégiumban elhelyezni, de erre intézkedni kell, és azt hiszem a határidő sürget. Alpolgármester asszonynak megadom a szót. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt, amikor fel akarta tenni Meszter András a kérdést. A helyzet az, hogy a tárgyalások folyamatban vannak a ciszterci renddel, de mindez idáig nem sikerült megállapodni. Én azt gondolom, hogy hát ezt az ügyet vissza kellene utalni egy bizonyos stádiumában a közoktatási bizottsághoz, és hát bármennyire is úgy gondolta a bizottság, hogy fölhatalmaz egy tisztségviselőt, aki hát a jegyzőkönyvbe szerzett erről tudomást, de én azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha a bizottság meghallgatná a ciszterci rend házfőnökének érveit, és ezek után alakítaná ki az álláspontját. Én a magam részéről hát hajlok arra, hogy itt egy kompromisszumot kellene kötni, de nyilvánvalóan nem az én véleményem a döntő ebben, és azt javaslom a bizottságnak, hogy térjen vissza erre a dologra záros határidőn belül. Miután nem sikerült megállapodni a renddel, ezért nem jeleztem vissza a bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kérdések után visszatérve a napirendi pontok közé a 18-assal, tehát a következő napirendi ponttal folytatnánk, visszatérve az eredeti kerékvágásba. Költségvetési előirányzatok módosítása a közoktatási intézményekben címet viselő napirendi pont előterjesztő Stauber-nő bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés, ágazaton belüli átcsoportosításról van szó. A feladatokat követi a pénz. Egy adminisztrációs hiba kijavítására azonban szükség van. Felelős nem Nagy Csaba a költségvetési bizottság elnöke, hanem a pénzügyi gazdasági iroda. Köszönöm ennyi. Köszönöm szépen. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincsen, akkor kérem a szavazást erről a napirendi pontról. Közgyűlés egyhangulag 41 támogató szavazattal elfogadta a napirendi pont javaslatot. Most következne a 19. napirendi pont, de miután zárt tárgyalásra történt javaslat, a közgyűlés meg is szavazta, éppen ezért ezt a zárt témák között a közgyűlés végén tudjuk csak tárgyalni. Így következne a 20/A napirendi pont, támogatási alapítvány alapító okiratának módosítása. Előterjesztő Pacúr Zsolt bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A közalapítvánnyal kapcsolatban csupán annyit mondanék előjáróban, hogy az ágazat koncepció tervében szerepelt méghozzá azok között a tervezett lépések között, amelyek március 12-e után se kellett, hogy levegyünk a napi rendünkről, illetve úgy néz ki, hogy július 1-ét követően is működőképesek lesznek. Az előterjesztéshez egyetlen mondatot szeretnék hozzáfűzni. Nevezetesen a közalapítvány célja az előterjesztésben és ennek megfelelően az alapító okiratban is tévesen került feltüntetésre. A közalapítvány célja pontosan így hangzik: rászorultak, elesettek, öregek, hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekeinek támogatása, civil és karitatív szervezetek szociális célú szakmai programjainak, kezdeményezéseinek megvalósulása útján. A támogatás elnyerése minden esetben pályázattal lehetséges. Még egy úgynevezett sajtóhibát említenék, ez az alapító okiratban a nevek nem teljes körben kerültek felsorolásra. Kérem, hogy az előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban szereplő névsort figyelembe venni az alapító okiratnál is. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, van-e kérdés az ereszéssel kapcsolatban? Észrevétel? Nincsen, akkor kérem a Körömi Attila kér szó, tessék, parancsolni. Tisztelt Közgyűlés, ez a Jogsorsa Érdemes Alapítványra tett javaslatot még 1990 vagy 91-ben, ugyanisztem Úrskung János képviselő úr. Én valóban számomra teljes egészében elfogadható ez a személy javaslat köre. Én tényleg egyetlen egyet szeretnék kérdezni, lehet, hogy most már illetlenség, hogy szóba került egyáltalán, hogy ő, mint aki az akkori javaslatot megtette, tagja legyen a kuratóriumnak, avagy az előse került értként, vagy egyáltalán ilyen értelemben foglalkozott erre a bizottság. Köszönöm a kérdést. Valóban a bizottság valamennyi önkormányzati frakciót megkeresett abban az ügyben, hogy népszerinti javaslatot tegyen arra, hogy kiket óhajt delegálni az alapítvány kuratóriumába. A delegáltak közül Úrskung János neve nem szerepelt. Ezt követően Úrskung János úgy nyilatkozott, hogy amennyiben nem lesz tagja a kuratóriumnak, úgy a titkári posztot sem kívánja betölteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. További kérdések vannak-e? Amennyiben nincs, akkor kérem a szavazást erről a javaslatról. A támogatási közalapítvány kuratóriumának elnöke dr. Szalai János a katolikus egyház részéről, tagjai pedig Kósz Margit, Simonovics Ferenc és Tomics János. Támasz alapítvány kuratóriumi tagjának személyváltozása címet viselő előterjesztő Pacsur Zsolt bizottsági elnök úr. Köszönöm szépen, nincs kiegészítésem. Kérem, hogy dr. Mikael Lilian nevét a közgyűlés fogadja el. Köszönöm szépen, van-e hozzászólás? Ha nincsen, akkor kérem a szavazást az új jelölt személyvel kapcsolatosan. A közülés 40 támogató szavazattal elfogadta a változást. A 20/C napirendi pont sporttámogatási közalapítvány alapítókriatának módosítása előterjesztő Bödő László bizottsági elnök úr. Átadom a szót. Köszönöm szépen. Három dolgot kifogásolt meg a cégbíróság, és pedig azt, hogy a kuratórium tagjait nem lehet határozott időre megjelölni. A másik, hogy két személy nevét kéri, akik a bankszámlával rendelkeznek, tehát aláírási joguk van az első időszakban. A másik pedig az, hogy az alapítvány ellenőrző szerve az állami számvevőszék legyen. Ennek megfelelően készült a határozati javaslat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e kérdés Bödő Lászlóhoz ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem a közgyűlés döntését erre vonatkozólag. És 40 egybehangzó szavazattal fogadta el a javaslatot. A 21. napirendi pont, amely bizottsági tagok személyváltozása címet viseli, kiosztással megkapta mindenki, úgy tudom, ismertetném a határozati javaslatot. A közülés elfogadja, hogy Nagy Csaba jogi igazgatás és ügyrendi bizottsági tagsága ez év június 30-ától megszűnik, és 95. július 1-től a pénzügyi bizottság tagja lesz. Ezzel egyidejűleg Körömi Attila pénzügyi bizottsági tagsága 95. június 30-ától megszűnik, és július 1-től jogi igazgatási és ügyrendi bizottság tagja lesz. Kérem a közülést, hogy fogadja el az előterjesztést. Kérdés van ezzel kapcsolatban, vagy felvetés? Ha nincs, akkor kérem a szavazást.
közgyűlés 39 igenlő és egy tartózkodó szavazat mellett elfogadta az előterjesztést. Tisztelt közgyűlés, a következő napirendi pontoktól átadom a közgyűlés vezetését Papp Béla alpolgármester úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés, a 22. számú napirendi pont következik, önkormányzati tűzoltóság alapítása előterjesztő dr. Farkas Károly jegyző úr. Tisztelt közgyűlés, az előbbi napirendemmel ellentétben, miután szóvá tette néhány képviselő úr, hogy sokat beszéltem, most csak három mondatot szeretnék hozzáfűzni. Felmerült az a kérdés, hogy át kell-e venni, vagy mi történik olyan esetben, ha a közgyűlés nemet mond e feladat átvételére. Sajnos az önkormányzati törvény 8 szakasz az önkormányzat alapfeladataként jelöli a tűzvédelmet, tűzmegelőzést és ezzel kapcsolatos feladatokat. Ezt az intézmény alapítási aktust a közgyűlésnek már 1980-ban meg kellett volna tenni, azonban a tűzoltók országos parancsnoksága nem tett eleget az önkormányzati törvény előírásainak, miután a belügyminiszter úr az országos parancsnokság élén személyi cserét hajtott végre, emiatt ez gyorsította fel az átadás átvétel aktusát. A másik, amit szeretnék megjegyezni, szintén felmerült, hogy ezzel egy új intézményt alapít az önkormányzat, és ennek az élére javasoljuk Bebessy Jenő tűzoltó alezredes úr kinevezését. Bebessy úr nem kérte, hogy zárt tárgyaláson folyjon ez az ő kinevezésével kapcsolatos esetleges vita. A kérdések felmerültek a pályáztatási kötelezettséggel kapcsolatban, hisz általánosan az a gyakorlat, hogy intézmény alapítás esetén az intézmény élére a vezetőt pályázat útján szoktuk kinevezni. Ez esetben a törvény miatt kell kivételt tenni, hisz a 71 évi 10-es törvény a fegyveres erőkre, fegyveres testületek szolgálati viszonyáról szóló kérdéseket szabályozó törvény az nem ad lehetőséget a pályáztatásra, hanem a kinevezés intézményét tartja fenn, és erre utal a 73 évi 13-as TVR is, amely a tűzoltóságról és a tűzoltóság tevékenységéről szól. Még befejezésül annyit jegyeznék meg, hogy sajnos az országos parancsnokság kísérletet tesz arra, hogy a tűzoltó parancsnokság eszközállományát és az amúgy is más nagyvárosok létszámához, lakosság számához viszonyított létszámát átadás előtt csökkentse. Emiatt mi fellépünk a belügyminiszter úrnak, egy levelet írunk, és kérjük abba az intézkedését, hogy az országos parancsnokságot e vonatkozásban egy másfajta magatartásra kényszerítse. Ha erre az intézkedésre valamiféle eredménye, vagy akár negatív eredménye lesz, mindenképp tájékoztatni fogom a közgyűlést majd a nyári szünet utáni ülésen. Ezek előre bocsájtása után kérem, hogy a közgyűlés fogadja el az előterjesztést, és fogadja el az intézmény alapító okiratát a parancsnok úr kinevezésével együtt. Köszönöm. Jó, megköszönöm jegyző úr három mondatát, és megkérdezem Bebessy Jenő urat, hogy kíván-e néhány mondatot szólni. Tessék van. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés! Szeretnék tényleg pár percen belül röviden szakmai kérdésekben tájékoztatást adni, hogy ezzel is elősegítsem az önök döntését, és a kérdések feltételénél már tiszta képet lássanak. Igazán a tűzoltóság önkormányzativá válása országosan is az érdeklődés középpontjába került, mert előkészítetlenül és hát gondozás nélkül folyik az ügy. Ahogy Farkas úr is már beszélt erről, 90-ben napvilágot látott az önkormányzati törvény,
mely egyértelműen kötelező közszolgáltatási feladatként az önkormányzatok számára határozta meg a tűz elleni védekezést. Egy évvel később a 20-as törvény, a hatásköri törvény, ezt megerősítve, sőt kibővítve, a tűz elleni védekezés és a tűzoltás mellé még a műszaki mentési feladatokat is oda rendelte. A több éves húzavona után döntés született kormányzati szinten, hogy július 1-ével át kell adni az önkormányzatoknak a tűzoltóságot. Ennek megfelelően a 95 évi költségvetési törvény 10-es számú melléklete a második fél évre a működési költségeket is az önkormányzathoz utalta. Ez jelen esetben Pécs esetében 31.936.000, durván 32 millió forint. Kérdés az, hogy ez az összeg a második fél évre mire elegendő. Elegendő a pénzügyi rész rendezésére, a pénzügyi vonzat kifizetésére, valamint a működési költségek egy részére. Nem elegendő, nincs is tervezve a fejlesztésre, felújításra és beszerzésre. Hadd tegyem hozzá, nem csak a második fél évben, tavaly sem volt, tavaly előtt sem volt, és 8 év óta a pécsi parancsnokságra központi pénzből egyetlen egy tűzoltóautó nem került. Ezt az áldatlan állapotot nem kívánom részletezni, hogy a belügyminisztériumon belül a tűzoltóság milyen mostoha gyerek volt, jelen pillanatban is az. Ez a váltás, tehát ha azt vizsgálom, hogy a második fél évre a működés feltételei, ha szűkösen is megvannak, akkor nyugodtan tekinthetünk, ha rendkívüli esemény vagy egy katasztrófa helyzet nem következik be, az évet zárni tudjuk. Hogy a 96-os esztendő milyen lesz anyagi kondíciót tekintve, ezt nem tudom megmondani. Én örülnék neki a legjobban, hogyha a meglévő pénzeknek hát vagy többszöröse, vagy százalékarányban magasabb összeg jutna az önkormányzatok számára központi finanszírozási oldalról. Emellett hadd tegyem még hozzá, hogy a húzavona előtt a pécsi önkormányzat nagyon helyesen és köszönettel véve felismerte, hogy a pécsi tűzoltóság műszaki állapota borzasztó rossz helyzetben van, és korábban is már támogatta a tűzoltóságot 2 darab Mercedes típusú gépjárműfecskendő beállításával pályázat útján. Tehát számunkra úgy érzem, hogy az önkormányzati támogatás megvan. Ha a központi pénzek olyan kondícióval érkeznek le, hogy jut még fejlesztésre, emellé a külső forrásokat is be lehet vonni a gazdálkodó szervezetektől, alapítványon keresztül, és úgy gondolom, hogy ez elő fogja segíteni a tűzoltóságnak a fejlődését. A működésünkről egy gondolatot még. Ez a tűzoltóság, ha önkormányzathoz kerül, nem csak Pécs városát kell védelmi oldalról lefedni, hanem egy belügyminiszteri rendelet alapján működési területe van, és a működési területre kapta meg ezt a 32 millió forintot. A működési terület hozzávetőlegesen a korábbi pécsi járásnak a területét öleli fel. Elég nagy feladatot ró ez ránk, de így működik a tűzoltóság Magyarországon mindenütt. Tisztelt közgyűlés, nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani, és várom a kérdéseket, ami szakmai jellegű, ami jogi vonatkozású Farkas úr vagy Egyz úr meg fogja adni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Tehát kérdés van-e vagy a Egyz úrhoz, vagy Bebesi úrhoz? Tessék, Galbács képviselő. Bár a Költségvetési Bizottságnál elég kimerítő válaszokat adott már, amennyi időnk volt rá a parancsnok úr, a tűzoltó parancsnok úr. Pusztán a polgárosodás érdekében, és hangsúlyozom, tisztán elvi jelleggel szeretnék valamit megkérdezni. Itt úgy szól az előterjesztés, hogy városi tűzoltóság alapítása, tehát önkormányzati tűzoltóság alapítása. Elméletileg, hangsúlyozom, tudom, hogy csak elvi a kérdés, és a jegyző úrtól szeretném megkérdezni. Elméletileg vehetné ezt komolyan a város? Hogy tényleg saját maga alapít saját erőből tűzoltóságot?
Most nem arról van szó, nekem egyetlen egy nem tetszik, mert nagyon sok minden önként muszáj kell csinálni, hát ez is egy olyan önként muszáj kérdés. Elméletileg egy polgári városnak lehetne joga azt mondani, hogy nagyon szépen köszönjük ezeket az ajánlásokat, de mi akarunk saját tűzoltóságot csinálni. Hangsúlyozom, elvi a kérdés, mert tudom, hogy nem lehet megcsinálni. De azért megkérdezem. Tisztelt közgyűlés, a rerövidített válasz az, hogy igen. Most egy önkormányzati törvénynek a végrehajtásaként került napirendre ez a kérdés. Természetes, hogy az önkormányzat ezt követően saját szándékai szerint az intézkedések legszélesebb skálájába dönthet és tehet intézkedéseket. Szeretném a képviselő úr figyelmét felhívni arra, hogy már korábban, még az előző ciklusban, azt hiszem egy másfél-két évvel korábban az országos parancsnokság, illetve a megyei tűzoltó parancsnokság ellenére döntött ez a közgyűlés úgy, hogy a gigantomániával létesített városi tűzoltó parancsnokság épülete mellett Kertvárosba, a déli városrész védelmébe, a Bajcsi tűzoltóság, Bajcsi laktanya területén egy kihelyezett tűzoltó egységet fog létrehozni és állomásoztatni éppen azért, mert a legtűzvédelmi szempontból a legveszélyeztetettebb térsége a városnak a FEMA, a toronyházak, egyebek miatt a déli városrész, és a hatos út bevezető szakaszán például csúcsforgalmi időben, nemhogy az európai 4 perces vonulási idő norma szerint kiérne a tűzoltó autó a tűzhelyszínére, hanem mire kiér, körülbelül Szalántáig leégne az egész városrész. Tehát már akkor a közgyűlés magáénak érezte ezt a feladatot, amikor így döntött. Akik a korábbi közgyűlésnek tagjai voltak, emlékeznek ezekre a döntésekre. Ezeknek a végrehajtása most folyik, és úgy gondolom, még millió más vonatkozása lesz, például az önkéntes feladatvállalásoktól kezdve sok mindennek a város tűzvédelme területén. A válaszom tehát az, hogy igen. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés a jegyző úrhoz, illetve Bebesi úrhoz? Nincs, akkor szabad legyen nekem is egy rövid megjegyzést. Kicsit szomorúan hallottam Bebesi úrtól, hogy 8 éve nem jutott a város új tűzoltóautóhoz, de én remélem, hogy az a látogatás, amit a megyei tűzoltóparancsnok úr tett a polgármester úrnál, és az ott elhangzottak talán garanciák lesznek arra, hogy mostantól Pécs egy kicsit jobb helyzetbe kerülhet, már ami a fejlesztéseket illeti. Ott ilyen irányú volt a beszélgetés, és ilyen hangulatú volt a beszélgetés. Amennyiben nincs más hozzászólás, akkor kérném, hogy a közgyűlés szavazzon az előterjesztés határozati részéről, illetve kérdezem a jegyző urat, hogy az alapító okiratot külön kell elfogadni, vagy része a döntésnek? Igen, minősített többséggel válik csak joghatályossá az alapító okirat. Igen, tehát akkor minősített az egész. Jó, lehet egy aktusba? Igen, a személyi kérdés szintén minősített. Tehát külön a személyi kérdés és külön az alapító okiratra. Vagy egybe lehet. Én azt kérem, külön szavaztas elnök. Tehát akkor... Jó, de a határozat is kinevezés, ugye? Jó. Tehát akkor kérdezem a közgyűlést, hogy a határozati javaslatnak a első 4 pontját, aki el tudja fogadni, az kérem, hogy igen gombbal szavazzon. Tehát ez tartalmazza a kinevezést, értelemszerűen minősített a szavazás.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozati javaslat 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pontját 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Most kérem a közgyűlés döntését az alapító okiratra vonatkozólag. Köszönöm, a közgyűlés az alapító okiratot 38 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Következik a 23-as sorszámú napi rend együttműködési megállapodása a megyével, mármint Baranya megyével. Előterjesztő dr. Páva Zsolt polgármester. Egy kicsit csalóka, mert nem csak a megyével történt megállapodás egy bizonyos kérdésben, hanem ez egy sokkal szélesebb körű, sokkal több szereplőt érintő megállapodás volt, amelyik május közepére nyúlik vissza, amikor is május közepén egy nagyon illusztris körben megjelent mindenki, aki valóban számít a térségben az önkormányzat, illetve a térség fejlesztését érintő kérdésekben, és a négy aláírója ennek a megállapodásnak a megyei közgyűlés elnöke, Komló térségi tanács elnöke, a Mecseki Bánya vagyon hasznosító RT elnök igazgató és a pécsi polgármester, az az én voltam, de ezen kívül számos parlamenti képviselő, a térségben fontos szerepet vívő gazdálkodási adminisztrációs egység vezetője is részt vett. Tulajdonképpen egy olyan program kezdetéről van szó, amelyek során minden olyan tényező, aki a térség, és itt ezen van a hangsúly, a térség fejlesztésében szerepet játszik, az most összejött, és a közös, összehangolt, koordinatív fejlődés mellett tette le a voksát, és a szándékát ilyen irányba nyilvánította ki. Ezt tartalmazza a mellékletként csatolt együttműködési megállapodás is. Én azt kérném a tisztelt közgyűléstől, hogy ezt a számomra nagyon fontos és örömteli lépést fogadja el, illetőleg azokat a kötelmeket, amelyek ebből a megállapodásból származnak, jóvágyó döntésével tegye lehetővé, mert ebből a megállapodásból úgy érzem, nagyon sok olyan esély születhet, olyan lehetőség születhet, amely a térség fejlesztését messze nem tudja támogatni. Ezt kérem a pozitív szavazatukat. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kérdezem a testületet, van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Volt kérdés? Jó, akkor kérném leállítani, ha lehet még, mert későn néztem jobbra. Tillai képviselő úr. Elnézést kérek, elnök úr, hogy polgármester úr számára örömteli dologban én most azért valami véleményt mindenképpen szeretnék nyilvánítani, mikor ugye azt hallottuk, hogy minden tényező jelen volt, aki ebben a dologban illetékes, egy kicsit sajnáltal kell megemlítenem, hogy a város idegen forgalmával és kultúrájával kapcsolatban mégiscsak önmagát illetékesnek gondoló kulturális bizottság ebben a tekintetben nem vett részt semmiféle ilyen tárgyaláson. Amikor a kulturális bizottság tárgyalta ezt a kérdést, akkor egyhangulag ellene foglalt állást, és csodálkozva látom, hogy erről itt semmiféle az előterjesztésben semmi nem szerepel, és nem tudom ezt. Bocsánat, nem a túlinform volt, akkor nem figyeltem, elnézést kérek, akkor majd később mondom el ezeket a szavakat. Elnézést kérek. Én meg ígérem, hogy nem nézek későn jobbra ezután, mert ilyen dolog sül ki belőle, tehát akkor kérném a szavazást megismétlen. Jó, szavazás. Beszélj meg a Budával ezt, jó? Budával beszélj erről. Ott van. Jó, nem látom. Köszönöm, a közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
az előterjesztést, és kíváncsi leszek majd a következőnél Tilla úr előtte a patronait, hogy mit fog tenni. Következik a 24-es napirendi pont, Bányatelep utcai óvoda összevonása az Engő utcai óvodával, Staubernő bizottsági elnök úr. Köszönöm, alpolgármester úr, nincs kiegészítésem. Kérdezem a testületet, van-e kérdése az előterjesztéshez? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Közgyűlés az előterjesztést 38 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta. Következik a 26-os sorszámú hatáskör átadása nyári szünetre című előterjesztés. Előterjesztője Molnár Tamás bizottsági elnök úr. Nincs különösebb kiegészítésem, alpolgármester úr. A szokásos nyári szünetre való hatáskör átadásról szól az előterjesztés. A átadásnak a hatásköri korlátait pedig a önkormányzati törvény és a szervezeti működési szabályzat, mint közgyűlési hatáskörből át nem adható hatásköröket pontosan szabályozza, tehát egyértelmű az előterjesztés. Köszönöm szépen. Dr. Révész Mária. Kérdezni a jogügyrendi bizottság vezetőitől, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a frakcióvezetők, akik nem tagjai a jogügyrendi bizottságnak, hát hasonló módon részt vesznek a döntésekben, illetve a döntések előkészítésében. Köszönöm. Az előterjesztés határozati javaslatának kettes pontja tartalmazza azt, hogy a bizottság üléséről előzetesen tájékoztatni kell a frakció vezetőit, akik az ülésen állandó meghívottként tanácskozási joggal vehetnek részt. Köszönöm. Köszönöm. Más kérdés észrevétel, amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. A Pécsi Városi Közgyűlés 1995. július 1-től augusztus 24-ig nyári szünetet tart. Ebben az időszakban az át nem ruházható hatáskörök gyakorlásán kívül sürgős, halaszthatatlan érdemű döntéseket önnek a jogát adta át most a közgyűlés a Jogi Igazgatás és Ügyrendi Bizottságnak. Számú előterjesztés a gyógyszertárak privatizációja, előterjesztő Golob Ferenc bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt közgyűlés, újabb fontos állomásához érkezett a gyógyszertár privatizáció folyamata. Ennek eredménye látható az előterjesztésben, illetve néhány más gondolattal szeretném ezt kiegészíteni. Hosszú és kemény bizottsági és egyéb üléseken kristályosodott ki ez az előterjesztés, amely végül is két fontos kérdésben kulminált, illetve két fontos kérdésben kellene döntenünk most a közgyűlésen. Az egyik a privatizációs eljárás módjáról szóló kérdés, amelyet többféle módon lehetne megoldani. A bizottság által javasolt jelent meg az előterjesztésben. Úgy gondolta a bizottság a legutóbbi ülésén, és nagy számban, többségben meg is szavazta, hogy a patikák annyira különböző gazdasági és egyéb helyzetben vannak, hogy egyfajta megoldást nem célszerű alkalmazni, mert az leszűkíteni a kérdést, és leszűkíteni a választ is. Ezért arra gondoltunk, hogy a szükséges piaci megmérettetés dönteni el gyógyszertáranként azt, hogy milyen módon kerülnének az egyes patikák privatizációs eljárás alá. A fő elveink azok voltak, hogy egyrészt a gyógyszerellátás biztosítva legyen, mint önkormányzati feladat is egyben,
azon kívül az, hogy az önkormányzat minél nagyobb bevételre tegyen szert a privatizáció során. Ez azt is jelenti, hogy mindenkinek jó az, hogyha az önkormányzat minél nagyobb bevételre tesz szert, hiszen a bevétel az semmi másra nem fordítódik, mint a város és a lakosság jobb élet feltételeinek biztosítására. Ezért tehát úgy döntöttünk, ahogy az előterjesztésben is látható, hogy az egyes gyógyszertárak külön-külön kerüljenek megpályáztatásra, úgy mint a tulajdonjog, illetve a bérleti díj tekintetében. A pályáztatások végén az önálló pályázatokat pedig ismételten a gazdasági bizottság bírálná el, természetesen bevonva a szakértőket, az önkormányzat és az esetenkénti más tulajdonost, 9 patika esetében a Vagyonkezelő Kft. Meghallgatásával. Itt kell kiemelnem az érdekképviseletek szerepét, amelyeknek nagy lehetősége van az egyes pályázatok kiírásával kapcsolatosan a véleményük, illetve állásfoglalásuk elmondására és rögzítésére. És azt hiszem, hogy ez a szerep fontos és kielégítő is egyben. Tehát ez lenne az első fő kérdés, amit eldöntésre javaslunk, illetve abban a formában javaslunk eldöntésre, amelyet az előterjesztésben megjelent. Hozzá kell tennem azt, hogy megjelent az a fajta megoldás is, amely a másik két végletet tartalmazza, tehát az, hogy tulajdonba adnánk az összes gyógyszertárat, illetve bérleti díjat kérnénk az összes gyógyszertárért. Ez egy bizonyos behatárolást jelentene, viszont ennek a lehetősége nem tűnik el, hanem pontosabb és igazságosabb, reálisabb lesz akkor, hogyha minden egyes patikánál külön-külön vizsgáljuk meg ezeknek a lehetőségét. Ezért is javasoltuk, többségben ismétlem, ezt a fajta megoldást. A másik fő kérdés az, hogy melyik cég legyen az, amely a privatizáció folyamatát levezényli, elvégzi, és mint szakértő teljes felelősséget vállal ezért a munkáért és a végeredményért. 3 privatizáló cég jelentkezett, a Capital Invest, a Consort, mind a 2 profi privatizáló cég gyógyszertárak privatizációjával is foglalkoznak. Utóbbi a Consort például a Somogy megyei kaposvári patikákat privatizálja. Beadtak előzetesen árajánlatot, még annak előtte, hogy a bizottság véglegesen döntött volna a privatizáció formájáról. Tehát egy tulajdonképpen teljes folyamatra, egy általános teljes privatizációs folyamatra adtak ők be árajánlatot. Emellett a Vagyonkezelő Kft., a Város Vagyonkezelő Kft.-je is adott be egy árajánlatot, és az ő árajánlatuk alacsonyabb volt, mint a másik két cégé. A bizottsági döntésünk után, miután elhatároztuk, hogy milyen fajta privatizációt szeretnénk, ez a 3 árajánlat állt rendelkezésünkre, tehát a 2 privatizációs cégé, amely egy előzetes volt, és a Vagyonkezelő Kft.-é. A 3 közül a Vagyonkezelő Kft.-re tettünk javaslatot, mert az tűnt kedvezőbbnek. A feladat pontosítása után azért, hogy az esélyegyenlőség meglegyen, és hallgattassék meg a másik két fél is, én megkerestem a másik két céget ismételten. Mert új felállásban a privatizációs folyamat pontosításával, tehát azzal a kitétellel, hogy a bizottság döntene majd, és az előkészítés és a konkrét lefolytatás is másképp történne, mint az előző megbeszélés alapján, kértem őket, hogy az új konstellációra adjanak ismételten árajánlatot.
A két árajánlat beérkezett, az az, amit reggel, illetve tegnap kiosztásra került. Nem tudom, hogy sikerült-e átnézni. A lényeg a következő. A Konzorg árajánlata 2 millióval kevesebb, mint az előző árajánlata volt. És pillanatnyilag, ha megnézzük, 4 millió forintot jelent. A Capital Invest árajánlata nem minősíthető igazán, mert nem pontosítható az az összeg, amelyet ők kérnének, illetve hogyha megpróbálnánk pontosítani, akkor 10 millió forintokban lehetne beszélni róla. A Vagyonkezelő Kft. Ajánlata ugyanerre a szituációra érvényes, ha mindent összeszámolunk, akkor 4 millió 500 ezer, 5 millió forint körül áll meg. Mindezeknek az ismeretében azt szeretném kérni az elnök úrtól, hogy mind a Konzorg, mind a Vagyonkezelő Kft. Esetében külön szavazzunk a privatizációs cég kiválasztásáról. Azt szeretném még mondani, hogy amennyiben a Vagyonkezelő Kft. Nyeri meg a versenyt idézőjelben, akkor az előterjesztés negyedik oldalán, a középső középen van egy ilyen bekezdés, hogy tulajdon vagy bérleti jog eladás díja. Kettős pont, a szerződés aláírását követő 8. napon válik esedékessé. Azt kérnénk kijavítani, hogy a befolyt privatizációs összeg beérkezését követő 8. napon. Így egyszerűbb az ügymenet és a pénzátutalás is. Ez természetesen akkor érvényes, hogyha a Vagyonkezelő Kft.-t választja a tisztelt közgyűlés. Ha a Konzorg mellett döntenek a képviselő urak és hölgyek, akkor viszont meg kell változtatni majd a határozati javaslatot értelem szerint. Tehát ebben a két fontos kérdésben kérném az előadottak, illetve az előterjesztés szerinti döntést. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, Szirmai képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim. Szeretném leszögezni, hogy frakciónk alapvetően privatizáció barát. Azonban a privatizáció technikáját, módszerét illetően a legnagyobb körültekintés elvét valljuk, természetesen. Gyakorlatilag, amikor ezt a témát áttárgyaltuk, akkor eldöntöttük, hogy milyen prioritásokat használunk. Elsődlegesnek tekintendő ebből a témából a lakossági szempont, az ellátás biztonsága és színvonala. A második nagyon fontos terület a vagyonnal való észszerű felelős gazdálkodás hosszabb távú hatása, és a jelenlegi bizonytalan piaci helyzet miatt ez fontosabb tényező, mint az azonnali és a mindenáron való értékesítésből való forráshoz jutás. A harmadik az ellátási, szakmai és helyi érdekek, a gyógyszertárak privatizációja esetében fontosabbak, mint a befektetők között a tőke mobilizálásához való érdek, és negyedik a szakmai és munkavállalói érdekképviseletek bevonása, szempontjaik figyelembevétele. Most mindezek alapján arra az elhatározásra jutottunk, hogy a mostani helyzetben sem az ingatlanpiac állapota, sem az eladás esetén az önkormányzati bevétel hasznos elköltésének biztosítéka, sem az elkövetkezendő években megjelenő inflációs hatás nem indokolja, sőt logikusan tiltja az eladást, és ez csak rövid látó megoldás. Sem a patikusok felhalmozott tőkéjének nagysága és a vállalkozási rizikófaktorok nem indokolja az eladást, sem a bérleti jog eladását. És mindezek együttes hatásaként ki lett osztva egy módosító javaslat, amit kérném az elnök urat, hogy szavaztassa meg. Ennek pontjait olyan értelemben módosítottuk az eredetihez viszonyítva, hogy már figyelembe vettük, hogy gyakorlatilag tehát a legolcsóbb ajánlatot adja, tehát a vagyonkezelője legyen a legolcsóbb ajánlat 4 millió forint, ebben majd nyilván az igazgató nyilatkozik, hogy vállalni tudja-e,
ez elvárható egy önkormányzati vállalattól, ha egy más külső vállalat tesz egy ilyen ajánlatot. És gyakorlatilag ezen az összegen belül pedig hát alapvető érdek, hogy az önkormányzat vállalkozása végezze ezt a munkát. A következő pontban pedig egyértelműen abban foglaltunk állást, hogy ne kerüljön most szó az eladásról, és ne kerüljön szó a bérleti jog eladásról, kimondottan a pályázat a bérletről szóljon. Ugye nyilvánvaló, és itt a negyedik pontban utalnék rá, ahol arról van szó, hogy mivel ezekben az ingatlanokban a vagyonkezelőnek van tulajdona, és ez a tulajdonról ő rendelkezik, és ebben az önkormányzat beleszólása az tulajdonképpen csak áttételesen történhet nyilvánvalóan az alapítói jog alapján, de ez nem tanácsos. Ugye nyilván benn kell lenni a vagyonkezelő Kft.-nek azon ingatlanok esetében döntési szinten, amely az ő tulajdonát képezi. Mindezek alapján tehát a frakció nevében az alábbi módosító, ezt az kiadott módosító javaslatot terjeszteném elő, és kérem a megszavaztatását. Köszönöm. Köszönöm szépen, ügyrendben, Révész Mária. Levezető elnököt, illetve a polgármester urat, hogy a levezető elnök engedélye nélkül, vagy hozzájárulása nélkül, vagy tudta nélkül ne osszanak ki módosító javaslatokat, különösen olyanokat ne, amelyeket nem jelzett senki. Tehát itt a közgyűlés folyamatában a képviselők kezébe kerülnek különféle anyagok, amikkel hát a 40-valahány napirendi pont előterjesztési anyagához csapódnak. Elég nehéz kezelni már ezeket is, a közben kiosztott anyagok pedig hát ilyen szóló papírlapok, amin módosító indítványok, nem lehet tudni, hogy honnan származnak, bizottsági elnöktől, bizottsági tagtól, frakciótól, egyéb. Tehát aki ilyen módosító indítványt ki akar bocsátani, az azt kérem, hogy a levezető elnökkel tudassa, és akkor közé lehet tenni, hogy miről van szó. Köszönöm szépen. Jó, hát annyit ehhez, hogy tudatta és a hozzájárulásommal osztották ki. Ez még mindig nem oldja meg mondjuk azt a problémát, hogy ezt el kell olvasni, meg kell érteni és össze kell vetni a másikkal. De ez megtörtént, ami az ügyrendi. Kiderült a képviselő úr felszólalásából, hogy ez frakciójavaslat vagy képviselőjavaslat, tehát innen származik. Van-e Kékes Ferenc? Köszönöm a szót. Csak annyi kiegészítést, hogy hosszantartó és mély számítási háttere van annak, hogy az önkormányzat számára ez a variáció, amelyet javaslunk, ez lényegesen előnyösebb variáció az azonnali értékesítéshez képest, és mindenképpen előnyösebb variáció a bérleti jog értékesítéshez képest. Szeretném nagyon nyomatékosan kifejezésre juttatni frakciónk azon álláspontját, megismételve tán kicsit az előbbieket, hogy minden körülmények között alapvetően olyan helyzetet szeretnénk teremteni, és ezt szeretnénk, ha elfogadnák a döntéshozók, hogy esélyt, lehetőséget biztosítani azoknak az embereknek a számára, akik ezeket a gyógyszertárakat, intézményeket működtették, működtetik, bizonyára náluk van a lehető legtöbb tudás, a lehető legnagyobb remény arra, hogy ezek az intézmények a jövőben is hasonlóan jó, vagy még magasabb színvonalon tudjanak működni. Nyilvánvaló és nagy mértékben valószínűsíthető, hogy ezek az emberek a közismerten magas, elmúlt években közismerten magas pedagógusihoz hasonló fizetéseik mellett nem igen tudtak olyan tőkéket akkumulálni, amelyek lehetővé tennék számukra az ingatlanvásárlást, illetve azoknak a rendkívül nagy hitelterheknek a fölvállalását, amelyek a tulajdonjog esetén óhatatlanul felmerülnének az ő szempontjukból. Én azt hiszem, hogy a hosszabb távú gondolkodást a lehető legjobb értelemben a gyógyszerész dinasztiák és gyógyszerész vállalkozások kialakulásának a lehetőségét egy olyan megoldás mindenképpen javasol, alátámasztja, amelyet mi most előterjesztettünk, és különös tekintettel arra a körülményre is, hogy gazdálkodási, önkormányzati gazdálkodási szempontból is minden számítási anyag alapján a lehető legelőnyösebb megoldás. Köszönöm szépen. Köszönöm, úr kért szót. Köszönöm a szót.
Golob Ferenc elnök úrtól kérdezni, hogy milyen elv alapján döntötték, vagy tették ezt a javaslatot, hogy van itt tulajdonjog, tehát eladásra szám, ténylegesen magánosításra számított gyógyszertár, és van csak bérleti jog eladására. Hogy milyen alapelv vezérelte őket, amik ezeket tették, mert ahogy nézem, itt sem árban, sem nagyságban, sem használatosságban, sem teret, illetőleg nincs semmilyen rendszert, nem fedezek föl benne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az a táblázat, amelyet Úrskun képviselő úr néz, az egy egyszerű felsorolás. És azt tartalmazza, hogy mi az önkormányzat tulajdona. Tehát adott csillaggal jelölt gyógyszertáraknál a bérleti jog. Ahol nincs csillaggal jelölve, az teljesen az önkormányzati, ott a tulajdoni jog is. Tehát a csillaggal jelöltek tulajdoni joga az a vagyonkezelő Kft.-é. A bérleti jogon kívül az önkormányzati, itt a belső berendezés, semmi más. Egyetlen egy komoly kivétel a Veresendre utcai gyógyszertár, ahol az önkormányzati egyes-egyedül a bérleti jog, illetve a benne lévő bútorzat. Már a tulajdoni jog sem az önkormányzati, de a vagyonkezelő Kft.-é sem, hanem egy harmadik társaságé. Szeretném válaszolni az MSZP frakció kérdéseire, illetve felvetéseire a következőket. Egyrészt itt a beadott módosításnál, hát nem a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság előterjesztése ez, nyilvánvaló, mert az egészen más volt, de hát ez csak formai kifogás. Azt szeretném mondani, hogy egyáltalán nincs kizárva egyetlen egy gyógyszertár esetében sem az, hogy bérleti díj módon kerüljön a privatizáció, tehát a bérleti díjas módszerrel kerüljön a privatizáció lefolytatásra. Tudnélik, itt arról van szó, hogy egyszerűen nagyobb lehetőséget biztosítunk minden egyes gyógyszertárnak és minden egyes gyógyszerésznek arra, hogy megválogathassa azt a fajta módszert, amit kíván a patikák megszerzésére. Tudnélik, nem vagyok róla meggyőződve, mint ahogy erről sokat is beszéltünk, hogy minden egyes gyógyszertár esetében a bérleti díj a lehető legjobb nem az önkormányzatnak, hanem az adott gyógyszerésznek, például aki benne dolgozik. Mert van néhány patika, amelyet bizony meg szeretne venni az ott benn dolgozó. Tehát mondjuk ez is motiválja azt, hogy így döntöttünk. Ugyanakkor, még egyszer mondom, megvan a lehetősége annak, hogy bármiféle tulajdonjog átadás vagy bérleti díj megállapítás megtörténhessen minden egyes gyógyszertár esetében, és reálisabb, pontosabb értékelést lehet egy-egy pályáztatás után életre hívni. És éppen az esélyegyenlőség szerepe volt az, illetve követelménye volt az, hogy ezt a fajta megoldást kövessük, mert esélyegyenlőség az is, hogyha nem bérletbe akarja venni valaki a patikát, hanem meg akarja vásárolni adott gyógyszerész körön belül. A másik, ami kérdés számomra, hogy itt a módosításban be van állítva ez a 4 millió forint bruttó összeg a Városi Vagyonkezelő Kft. Mint privatizáló cég részéről. A kérdés tényleg az, hogy ezt elfogadja a Városi Vagyonkezelő Kft. Tekintve, hogy ő mint szerződéskötő fél szerepelne az önkormányzattal, és magát a szakértői részét a privatizációnak nem ő végezni, hanem a kliens Kft. Tehát itt tulajdonképpen a kliens Kft. Az, amelyik ebben a 4 millió forintos kérdésben tudna dönteni. Nem tudom a végeredményt. A másik két dologban, tehát a négyes pontban behozott döntési joggal be kell vonni a Városi Vagyonkezelő Kft.-t, illetve a gyógyszerész kamara által delegált egy főképviselőt. Ez úgy igazságosnak tűnik, viszont ehhez a közgyűlés döntése kell, tudnélik egy bizottsági munkába csak úgy bevonni más érdekeltségű és kapcsolódású félt
az SMS szerint nem lehet, csak közgyűlési döntéssel. Mi azért nem vettük őket be ebben a stádiumában a privatizációnak, mert tiszta képet akartunk, tehát egyöntetű döntéseket, azonos fajta megoldásokat az általános elvekben, amelybe beletartozik az is, hogy a bizottság mint ilyen döntsön az egyes praktikák esetében, természetesen meghallgatva minden érdekelt felet. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a gyógyszerész kamara, mint ilyen a legfontosabb momentumban, számomra legalábbis, úgy érzem, hogy az, a pályázatok kiírásának előkészítésében aktívan részt kellene, hogy vegyen, és részt is fog venni. A többi dolog, ami itt a módosításban szerepel, az egyébként az előterjesztésben is szerepel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Faragó képviselő úr, majd Galbács képviselő. Szépen. Kérdezni szeretném Kékes Ferenc képviselő úrtól, hogy ha amennyiben ilyen megalapozó számításaik léteznek, akkor a gazdasági bizottságban levő képviselőkön keresztül ezt miért nem hozták a tudomásunkra, mert ebben az esetben lehet, hogy mi is másként döntöttünk volna. Következő kérdésem, ha léteznek ezek a számítások, akkor milyen adatokra alapozták, hiszen véleményem szerint nincs se ebbe a terembe, se Pécsen ma olyan ember, aki konkrétan meg tudná mondani, hogy ma egy-egy patikánál, pláne azért, mert milyen különbségek vannak a patikák közül is, mekkora az a bérleti díj, ami jogos és észszerű, vagy hogyha privatizálják, mekkora az az összeg, amit ezért el lehet kérni. Ezért döntött úgy a gazdasági bizottság, hogy az első fordulóban, a patika privatizációban először is megszondázza a piacot, ahol konkrét ajánlatok érkeznek, azok a számok tényszámok, azokat össze lehet vetni, azokat le lehet írni, egymás mellé lehet tenni, hogy ennyi, ha privatizáljuk, ennyi, hogyha véletbe adjuk, 5 év alatt ez ennyit jelent, akkor döntési helyzetben van mindenki, és akkor lehet meghozni, nyugodt lelkiismerettel meg tudjuk például hozni azt a döntést, hogy minden egyes patikát például tényleg bérletbe kell adni. De amíg ezek az alapszámok ilyen exakt módon nem állnak rendelkezésre, addig ez egy olyan prehipotézis, amit senki nem tud véleményem szerint bizonyítani. Ezért a gazdasági bizottság nem azt mondta, hogy most egy prehipotézisre alapozva, hogy mindent adjunk így, oda, vagy mindent adjunk amúgy, hanem egy eljárást indít meg, amelynek során kiderül az, hogy az önkormányzat számára melyik a legkedvezőbb. A másik, hogy olyan patikus is jelentkezett nálunk is a gazdasági bizottsághoz eljutatta a véleményét, aki kimondottan mondta, hogy ő a vezető patikus, de ő csak akkor érdekelt az egészbe, hogyha ő meg tudja venni. És mi eleve nem akartuk már most itt az előzetes döntésünkbe kizárni ezeket a lehetőségeket. Tehát, hogyha valaki figyelmesen elolvasta a gazdasági bizottság előterjesztését, ott kiderül, hogy még teljesen nyitott döntési helyzet van, és a legfontosabb, hogy a különböző típusú patikákra, amivel tényleg belvárosi patikáktól bent van a vasasi patikáig, nem akartuk, hogy egységes elven előre valamilyen vélelmezésre alapozva hipotézis alapján döntés szülesse. Ezért mi azt támogatjuk, és a gazdasági bizottság előterjesztése azt támogatja, hogy ilyen több, kvázi több fordulós döntési rendszer legyen. Köszönöm szépen. Galbács képviselő. Tisztelettel veszem a Galop Ferenc bizottsági elnök úr optimizmusát, amikor egy olyan kifejezést használt, hogy ami valóban igaz, mert nagyon-nagyon sok munka van ebbe az előterjesztésbe, hogy ez kristályosodott ki. Hát lehet, hogy kristály, de hogy sok zárvány van benne, az biztos. Van benne. Kezdjük talán ott, hogy általában nem csak ez, hanem a pécsi halandók előtt nagyon-nagyon nehezen követhető a város gazdasági rendszere, vagyonkezelő Kft. RT, nem akarom ragozni. Itt megint van a felsorolásnál a probléma, amit fel is vetettek. Ezt röviden úgy lehet összefoglalni, hogy a halandó is megértse, hogy alapjaiban véve a 20-ból 19 teljes mértékben önkormányzati tulajdon, amikor a bérleti jog is és a tulajdoni jog is az önkormányzati, úgy kvázi önkormányzati tulajdon, hogy abból a saját cégének, a vagyonkezelő Kft.-nek természetesen van része. Így jobban érthető, mert így egyszerűen lehet tudni, hogy ebből a 20 patikából, ha közvetetten is, ha saját cégén keresztül is, de az önkormányzaté teljes mértékben 19, egy patikánál csak bérleti joggal rendelkezik. Ez az egyik. A hosszú gazdasági viták során
valóban az kristályosodott ki, és nagyon hosszú viták voltak arról, hogy bérleti jog vagy nem bérleti jog. Egyértelműen az kristályosodott ki, és örömömre, és ezt kisgazda szívvel is mondva, örömömre, hogy lehetőséget kíván nyújtani a város, és ebbe talán úgy néz ki, hogy konszenzus is jelentkezik, a városban dolgozó szakembereknek esélyt arra, hogy az nehéz piaci körülmények között a viszonylag kisebb pénzzel rendelkező szakemberek is érdembe szállhassanak be a versenybe. Erről néhány szót szólott Faragó bizottsági elnök úr is, ezt teljes mértékben mi is tudjuk támogatni. Néhány gondolat még a privatizációval kapcsolatban. Az esélyegyenlőség elvének megtartása mellett azonban a városnak vannak érdekei, és amit Faragó úr is elmondott, nem lehet azt a én is csatlakozom ahhoz a gondolathoz, hogy nem lehet attól az esélytől elállni, attól a lehetőségtől elállni, hogy megkérdezzük, hogy gyakorlatilag ezek a patikák mit érnek. Én szívem szerint, és ezt itt erre el is kötelezem magam, mert ez a meggyőződésem, ha arra fog szavazni, arról kell szavazni, hogy bérletbe adjuk ezeket a patikákat, vagy eladjuk, én gazdasági megfontolásokból is amellett fogok szavazni, hogy bérletedbe adjuk ezeket a patikákat. Az esélyegyenlőség miatt meg merem állítani, hogy a gazdasági viszonyok között is, ha egy alaptőkének tekintem, például egy belvárosi patikát, annak az, mint alaptőke gyorsabban nő, mint az infláció, tehát a tőke még hoz is valamit, emellett bérleti díjat is hoz. Úgy érzem, hogy ez átlagosan is igaz ezekre a patikákra, mert mindegy speciális helyzetet jelent, abban a körzetben új patikát nem lehet létesíteni, tehát speciális, majdhogy nem biztosított hozammal rendelkeznek. Ezt a városnak a kezéből kiadni könnyen, legalábbis addig, amíg a tulajdonviszonyok egyértelműen nem tisztázódtak, addig, amíg egyértelmű versenyfeltételek nem alakulnak ki, tisztességesebb versenyfeltételek, úgy érzem, addig ezt a városnak a kezéből kiadni nem szabad. Ilyen megfontolások alapján ennek ellenére én szeretném olyan lehetőséget kapni, hogy amikor ezeket a patikákat meghirdetjük, akkor kérdezzük meg ennek ellenére a pályázóktól, hogy ha megvehetnék ezt a patikát, illetve adjanak pályázatot a tulajdonjog megvételére is. Merem állítani, hogy a gazdasági számítási eredmények is azt támasztanák alá a megfelelő ajánlatok beérkezése után, hogy csak a KFT által is ajánlott 5 éves bérleti díj, 5 éves bérletbe adást lehet figyelembe venni. És gyakorlatilag csak erre lehet meggyőződéssel szavazni. Én ennyit szerettem volna mondani. Biztos, hogy vannak még nagyon-nagyon sok gondolat, és biztos, hogy sokan fognak ehhez a gondolathoz csatlakozni, és nem tudom, nagyon-nagyon örömmel töltene el, ha most ebben a közgyűlésben tudnánk egy valamilyen konszenzust teremteni, azért, hogy a nyár folyamán elinduljon ez a munka. Van félelmem abba, hogy talán nem fog sikerülni. Jó lenne, ha sikerülne. A másik kérdés, és az utolsó kérdés, kit bízzunk meg? Én nagyon furcsának tartom azt a módszert, hogy jönnek ajánlatok. És miután ezek az ajánlatok tudottá váltak, akkor jönnek ellenajánlatok a másik felek megkérdezése nélkül. És amellett, hogy vannak ajánlatok, én felmerem vállalni azt nyíltan, hogyha az önkormányzatnak van egy saját cége, még egyenlő ajánlat esetén is azért részesítse előnybe. Természetesnek, itt nem tértünk ki arra, természetesnek és magától érthetődőnek vesszük, hogy a patikában dolgozó vezetők, ott levő, hogy mondjam már, munkatársak, BT-t alakítva vagy bármiben, ha részt vesznek a privatizációban, a külsőkkel szemben előnyt élveznek, olyan esetben, olyan értelemben, hogy egyenlő ajánlat esetén övék a patika. Ugyanezt az esélyt, hát azért a saját cégünknek is a privatizáció során úgy érzem, hogy meg kellene adni. Jó,
Köszönöm, mielőtt megadnám a szót Romvári képviselő úrnak, csak a tisztálátás kedvéért. Ez a kiosztott határozati javaslat kié, mert a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság van ráírva, és hát nyilván kettő nincs a bizottságnak, tehát. Tehát az MSZP frakció, világos. Romvári képviselő. Elnök úr, tisztelt közgyűlés, csak érintőlegesen foglalkoznék a bérleti jog és a tulajdonjog viszonyával. Szeretnék viszont egy dologra rámutatni, van itt a 20 patika felsorolásában egy kakukktojás, a 2-es sorszámú 10/2-es Apáce utcai 1, Apáce utca 1 szám alatti Szerecsen patika múzeum, múzeum patika. Annyi van csak megjegyzésként, hogy berendezés védett, ennél sokkal többről van szó. Pécs legrégi patikája, 1695-ben alapították, a berendezés jóval későbbi, 1896-ban készült el, pécsi iparos munkája. 5 évvel ezelőtt súlyos 10 milliókat költött rá a gyógyszertári központ, hogy a város középpontjában lévő, központjában lévő másik számú, másik nagy patika fölmentődjék. A Széchenyi téri patika, a központi patika ellátja azokat a feladatokat, amivel kiváltotta a Szerecsen patika múzeum, múzeum patika létét. Így jött létre az, hogy a védett berendezés és a mellette levő Apáce utcai két helyiségben egy remek patika múzeum jött létre. Ez egy olyan patikává változott, ahol gyári készítményeket árulnak. Van forgalma, viszonylagos forgalma, de egy része a múzeum látogatókból tevődik össze. Ha nagyon egyszerűsíteni akarom a dolgot, kalmopirint és aszpirint vásárolnak elsősorban, tehát hogyha valami komolyabb gyógyszerrel van szó, akkor átmennek a szemben levő, közelben levő Széchenyi téri patikába. Ezt mindenképpen valami másként kellene kezelni. Másként kellene kezelni, nagyon egyszerű volna a dolog, hogyha a városi múzeum a város tulajdonában volna, mert akkor lehetne fordítani a sorrendet, a múzeumhoz kellene adni, és lehetne ezeket a bizonyos másodlagos patika funkciókat is átvenni, átvállalni, természetesen szakképzett patikussal. Most olyan kitűnő megoldás van, hogy a jelenlegi patika vezető az majdhogy nem képzett muzeológus is, és a kettő együtt nagyon-nagyon színvonalasan és nagyon jól működik. Nagyon félek attól, hogyha már itt bomlásnak indult Pécs múzeum rendszere. Elsősorban említem a szegény bányászati múzeumot, amelyiknek a sorsa úgy látszik megpecsételődött, és ez még hagyján, de az évtizedek alatt összegyűjt anyaga is gyakorlatilag ebek 30-adjára került. Hagy folytassam azzal, hogy a múzeum egy nagyon szerencsétlen akció következtében elvesztette a Csontvári múzeumot. Hagy folytassam azzal, hogy a múzeum igazgató jelenlegi lépése a Nemes Endre múzeum megszüntetéséhez vezet, és ez nemzetközi bonyodalmakat fog előidézni, tekintve, hogy a ajándékozó Nemes Endre Stockholmban élő özvegye. Kérném a képviselő urat, hogy a tárgyról legyen kedves. Tárgyról beszélek. Igen. Tehát visszatérve, a Patika múzeum sorsa az, ami engem aggaszt, és valami módon úgy kellene ezt külön kezelni a 19+1-ként, ne csak úgy, mint amelynek a berendezése védett, hanem úgy is, mint amelyik egyúttal múzeum is. Köszönöm szépen, Szirmai képviselő úr jelentkezett. Köszönöm a szót, és itt a késői órán az értelmezéshez szeretnék egy kicsit besegíteni. Úgy kezdődik, hogy a közgyűlés a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság előterjesztését elfogadja, és ezzel a határozati javaslattal jön. Tehát ez nem a Gazdasági Bizottság, mint ahogy a alpolgármester említette, tehát nincs ott, hogy ez a Gazdasági és Vállalkozási Bizottságnak. Jó értem, ez kiegészítője a... Ez a határozati javaslat ahhoz az előterjesztéshez. Tehát akkor ezt úgy kell érteni, hogy a közgyűlés az előterjesztést elfogadja, és a
kiosztott határozati javaslat helyett ezt helyett a határozati javaslatot akkor... fogadni, és akkor még egy dolgot szeretnék. Tehát én úgy érzem, és ez a gazdasági bizottságon sem értettem vele egyet, tudnék, a pályázati rendszer nem az értékbecslés fóruma. Tehát nem lehet azt úgy érzem megcsinálni, hogy most vegye meg bérelje, szóval ez egyszerűen komolytalan. És ha például olyan személyes konfliktusokat is okozhat ez, hogy például valaki a vételre ad be pályázatot, a gyógyszerész meg bead pályázatot a mondjuk a megvételre, tehát hogy ő megveszi, akkor tulajdonképpen ez a két ember mondjuk ott dolgozik, és utána mi lesz a személyes viszonyuk? Például, hogyha akár milyenféleképpen döntünk, eladás vagy bérleti jog szerint. Köszönöm szépen. Kékes képviselő. Éppen Faragó képviselőtársam megszólaltatott. Ezért válaszolnék az általa föltett kérdésekre. A Gazdasági és Vállalkozási Bizottság június 19-én tárgyalta a privatizációval, politika privatizációval kapcsolatos ügyeket. Ezért legjobb tudomásom szerint minden bizottsági tag megkapta a Vagyonkezelő Kft. Által elkészített, összesített adathalmazt, amely 4 kiválasztott mintaként tekintendő patikára vonatkozik. Ugye egy belvárosperemi, külvárosi és egészen külvárosi patikákról volt szó. Ehhez a gondolkodáshoz a Panamerician által kapott adatok szolgálnak egy háttérinformációként, amely ezeknek a patikáknak az árbevételére, a kiskerár és árész százalék költségeire, egyebekre vonatkoznak. Ugye ez azért volt nagyon fontos, ez a háttérinformáció, hogy vajon milyen tiszta hozadékot tud a 92, 93, 94 év tapasztalatai alapján is egy-egy ilyen üzlet vagy patika kitermelni. Az ingatlan értékelésével, illetve a bérlettel kapcsolatos adatokat pedig a Vagyonkezelő Kft., mint a város egyik legnagyobb és legnagyobb adatbázisával rendelkező helység értékesítés és hasznosítás tárgyában legnagyobb tapasztalatokkal rendelkező társaságnak a üzleti tapasztalatai, illetve a hivatalos ingatlanforgalmi adatok szolgálták. Annak megállapítását például, hogy nagy valószínűséggel egy aranysas patika a Széchenyi térben, az körülbelül a tulajdonjog értéke hozzávetőlegesen 60 millió forintra tehető. Tehát innen származnak az én információim, amelyeket más csatornán is ellenőriztem, és ezek találkoztak néhány százalékos eltéréssel. Ebből merem azt a következtetést levonni, amely hangsúlyozza minden gazdasági bizottsági tag rendelkezésére állt, hogy hosszabb távon, tehát ebben az 5 éves távban a bérleti díjas variáció a kedvezőbb. Na most miért mondtuk azt, hogy elfogadjuk a Gazdasági és Vállalkozási Bizottságnak az előterjesztését? Mert az az előterjesztés jó, csak egyetlen egy fontos kérdés hiányzik belőle, nevezetesen nem dönti el a privatizációnak a mikéntjét. Nem dönti el, hogy mit szeretnénk csinálni. Semmi akadálya például annak, hogy tulajdonbeadás is történjen, és bérbeadás is történjen, csak ennek az a minimum kritérium az én felfogásom szerint, hogy döntse már el a közgyűlés, hogy ebből a 19 patikából hány darab az, amelyet el kíván adni. Hát ennek a háttérinformációit meg lehet szerezni, hogy merre van fizetőképes kereset, vagy merre sem. Tessék csak gondolkozni, mondjuk a gyógyszerészekből alakult, vagy alakuló betéti társaságoknak a fejével, akik szeretnének hozzájutni ezeknek a gyógyszertáraknak a működtetéséhez, és szembe találkoznak egy olyan pályázati felhívással, amelyben az első oldalon szerepel a tulajdonjog megszerzésére vonatkozó kondíció, a második oldalon pedig a bérleti jog megszerzésére vonatkozó kondíció. Hát nem tudja eldönteni, hogy most melyik esetben jut ő előnyösebb helyzethez, mert szeretné megszerezni, meg az egzisztenciáját is megtartani. Én azt gondolom, hogy ennek a így komolytalan, így kifejezetten komolytalannak ítélem az előterjesztést ezzel a, hát mérjük fel a piacot is, meg majd bérlelni is fognak, meg majd kialakul, meg majd történnek valahogy a dolgok.
Ez egyszerűen komolytalan és nem méltó ehhez a városhoz. Igenis el kell tudnunk dönteni, hogy milyen elveket, milyen prioritásokat, már használtam többször ezt a szót, de nincs jobb helyette, milyen elvek alapján bonyolítjuk le a privatizációt. És az is lehet egy döntés, hogy a 19-ből mondjuk 6 darab az, amelyet meg akarnak, meg tudnak, meg lehet venni, és minden egyéb összefüggés azt tartja a célszerűnek, ki kell jelölni, melyik ez a 6, és arra akkor 6 darab vételi jogra vonatkozó pályázatot kell kiadni, a többire pedig a közösen elfogadott elv alapján bérleti jogot. Ez a puha állapot, ez a nem tudja, hogy mit csináljon a szerencsétlen pályázó, ez véleményem szerint elfogadhatatlan és nem is célszerű. Ennyi, köszönöm. Golob képviselő úr. Nem tudom, hogy egy előterjesztésről beszélünk-e, mert én egészen másképp értelmezem ezt. Tehát itt éppen hogy nem puha állapotról van szó, hanem pontosan a privatizációs alapról. Tehát annak a privatizációs módszernek az alapjáról van szó, amely lehetővé teszi azt is, hogy megvehesse a jelentkező gyógyszerész a gyógyszertárat, és azt is lehetővé teszi, hogy bérvehesse. De miért ne legyen meg az önkormányzatnak az a joga, hogy ebben döntsön? Ugyanúgy pályázhat ugyanaz az egy személy, például arra is, hogy megvegye, és arra is, hogy bérbe vehesse. Ugyanakkor természetesen, mint most már mondom körülbelül harmadszor, hogy a kamara, mint ilyen, a pályázati kiírásnál ott van, érvényesítheti az elképzelését, az akaratát, és vele együtt születik meg a pályázati kiírás. Tehát nem mondható az sem, hogy nem fogja ismerni, és teljesen véletlenül találkozik vele az újságok hasábjait. Azon kívül itt van 7 vagy illetve 8 pontban felsorolva olyan alapelv sor, amelynek a 7. pontjában benne van, hogy a pályázaton kizárólag gyógyszerész diplomával rendelkező személyek vagy betéti társaságok vehetnek részt, melynek beltagja személyjogra jogosult gyógyszerész. Tehát ez már egy kizáró, illetve befoglaló tényező is. Biztosítani kell a betegellátás folyamatosságát. Nem akarom végig sorolni ezeket, tehát egyszerűen nem érzem meg megalapozottnak azokat, amelyeket most Kékes képviselőtársam mondott. Köszönöm szépen. Köszönöm, Faragó képviselő. Köszönöm szépen. Megértem Kékes Feri nehéz helyzet, Ferenc képviselőtársam nehéz helyzetét, hiszen mivel felvezette itt ezt a mondandóját, tulajdonképpen nem tudtam egy pillanatra eldönteni, hogy mind a vagyonkezelő Kft. Igazgatósági tagja védje a Mundér becsületét, vagy mint a frakcióvezető szól hozzá. Mi is bízunk a vagyonkezelő Kft.-ben, és ennek ellenére azt mondtuk, hogy a gazdasági bizottság előtt azok a számítások nem állták meg a helyüket. Ez több oldalról bizonytalannak tűnt, illetve azt mondtuk, hogy azok a számok alapján egyértelműen nem lehet eldönteni, és nem lehet ilyen egyértelmű választ adni, mint ahogy a Kékes úr most fölvezette. Azért is furcsálom itt az egyes okfejtéseket, mert tulajdonképpen ugyanaz a gyakorlat van, mint az elmúlt 40 évben volt, hogy a szociális és gazdasági szempontokat keverjük. El kellene ezeket választani, számok alapján el kell dönteni az önkormányzatnak majdan gazdaságilag melyik lesz a jobb, és hogyha tudjuk, hogy gazdaságilag ez a jobb, akkor még mindig mellé tehetjük a szociális szempontok, és akkor lehet, hogy a szociális szempontok erősebbek lesznek, de akkor is végre egyszer legalább tudjuk, hogy a gazdaság milyen mértékben méri meg ezeket a dolgokat. Azért sokkal nehezebb egyébként ez a kérdés, mint az egyéb más privatizációk, mert azért nyilván mindenki tudja, hogy a patika vagyon az egy nagyon sajátos vagyon. A patika működtetése joga is pénzt ér, hiszen azt az embert, aki megkapja a működtetés jogát, az tulajdonképpen jövedelemszerzéshez jut ezáltal, méghozzá egy olyan tevékenységben, ami monopóliumot képvisel, tehát nem nagyon hasonlítható össze az összes többi versen. És azért voltunk amellett, hogy egy külső független szakértő készítse elő a privatizációt, mert ez annyira speciális, ez nem összekeverhető más ingatlanok értékesítésével, az adott szakterület nagyon jó ismerőjének kell lenni, és a gazdasági bizottság által felkért és árajánlatot kért cégek mind olyanok, akik eddig is a patika privatizálásnak és a patika vagyon átadásában közreműködtek, illetve ma is gyakorlatuk van ebben, és ezért szakmailag megalapozottnak tartjuk, hogyha egy ilyen szakmai cég készíti elő a privatizációt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Galbács képviselő úr.
nehéz innen folytatni, mert most biztos, hogy akik kívülállók ezt az egész vitát, ami itt folyik, nagyon nehezen tudják követni a terembe is, a városban pedig még nehezebben. Ennek ellenére én most a Faragó képviselő úr felvetette azt az alternatívát, hogy mégiscsak másik külső céget bízzunk meg. Én mégis azzal szeretnék foglalkozni, azzal az anyaggal, amit kiosztásra került. Abba van egy olyan rész a 3-as pontnál, hogy a közgyűlés utasítja a vagyonkezelő Kft-t, hogy a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság által kidolgozott anyagot fogadja el ajánlásként. Ez szerepel a jelenlegi előterjesztés második oldalán, mint egy a Gazdasági Bizottság rögzítené az alapelveket, amit a privatizáció során figyelembe kellene venni, és ezt javaslatként szeretné nyújtani a privatizálást végzőnek. Hát én nagyon-nagyon félek attól, hogy hát remélhetőleg abszolút nem veszik ezt figyelembe, mert ez még nagyon hiányos, nagyon felesleges dolgok vannak benne, és kifejezett tévedések is vannak benne. Szeretném például felhívni a figyelmet a 6-os pontra, ahol például olyan van belevéve, hogy a pályázaton való részvétel feltétele egy üzleti terv készítése. Nonsense. Bankkölcsönhöz kell üzleti tervet készíteni ahhoz, hogy valaki részt vessen a privatizáción, de nem ide nem kell üzleti terv, nem lehet komolyan mondani. Ilyenek vannak benne, hogy a törvényesség elve a privatizálást a hatályos jogszabályok alapján kell végezni. Hát túl sokat ez nem mond. Én azt mondom és azt szeretném kérni, hogy ezeket az alapelveket még ki kell dolgozni, valóban a Gazdasági Bizottságnak kell ebben még egy menetet futni, esetleg más szervek bevonásával is. Példaképpen szeretném említeni, mai beszélgetésben merült fel, hogy valamilyen formában kvázi tulajdonba fognak kerülni ezek a patikák, tehát bérletbe fognak kerülni, de sokan, nagyon sok patikus erején felül is fog vállalni például kötelezettséget, nagyon könnyen ki fog derülni, hogy esetleg könnyen kiderülhet, nem ments Isten, hogy azt mondjam, hogy ki fog derülni, kiderülhet, hogy bizony nem bírja tőkével. És ha nem bírja tőkével, akkor nem lesz megfelelő szintű a gyógyszerellátás, és itt már sérti a városnak azt a kötelezettségét, hogy kötelessége a megfelelő gyógyszertári hálózat fenntartása. Tehát ebbe már olyat is bele kell vinni, hogy adott esetben, ha ilyen kritériumok merülnek fel, ilyen jelzések érkeznek a városból, akkor legyen lehetősége a városnak hatékonyan közbeszólni és megszüntetni például ilyen esetben a további bérletet. Tehát én azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, én ezt nem tudom így teljes egészében kidolgozottnak tekinteni, túl hosszú lenne most ezt teljesen végigelemezni, nagyon-nagyon sok minden dolgot kellene részleteiben, és ezt nem lehet 7 pontban elintézni, mert annak a szervnek, akár legyen a Kft., akár legyen egy külső szerv, részletesen le kell írni és el kell mondani általánosságok nélkül a városi elvárásokat. Ezt szeretném kérni, és én ezt így nem tudom elfogadni. Köszönöm, Kékes képviselő. Az ismételt személyes megszólaltatás jogán. Faragó képviselőtársam kérdezte, és most már ért, hogy én milyen alapállásból próbálom a Mundér becsületét védeni, vagyonkezelő Kft. Felügyelőtagság, illetve frakcióvezetői mi voltomból fakadóan. Nem kérem. Önkormányzati képviselői mi voltomból fakadóan, amelynek egyik következménye a frakcióvezetőség, másik következménye átmeneti időre, de már az elmúlt ciklusban is a Vagyonkezelő Kft. Felügyelőbizottsági tagsága, és azoknak a városi szándékaim szerint, városi érdekeknek, a gyógyszertárakban dolgozók érdekeinek, meg a vagyonnal rendelkező önkormányzat érdekeinek a szóvátétele, ez vezérli az én gondolataimat. Pontosan az az érdek, hogy ne alakulhassanak ki olyan monopolhelyzetek, amelyek nem kívánatosak ebben a teljesen speciális szolgáltatásban. Nem kell ezt azt hiszem tovább részleteznem. De volna egy kérdésem a Golomb Ferenc bizottsági elnök úrhoz, hogy az önök által felvezetett elképzelés szerint mi a helyzet akkor, amikor mondjuk megjelenik a pályázati kiírásra a helyi gyógyszerészek által alakított betéti társaság, mint a patikát bérelni szándékozó társaság, és megjelenik vételi joggal, tehát a megvásárlás szándékával egy elfogadható, megfelelő árral egy teljesen külső idegen valaki,
akinek viszont van pénze. Milyen megfontolások érvényesülnek? Érvényesülnek-e megfontolások? Ki nyeri ezt a pályázatot? Milyen elvek alapján működik akkor ez a dolog? Tehát én ezt keresem, ezt panaszoltam föl a korábbi felszólalásomban, ezt a szerintem abszolút normális igényt, hogy a vagyon tulajdonosa, jelen esetben Pécsváros önkormányzata szíveskedjék eldönteni, hogy nem rövid, hétköznapi, hanem legalább középtávú érdekeit szem előtt tartva, egy speciális szolgáltatás biztonságát szem előtt tartva, egy speciális szakma egzisztenciális biztonságát és vállalkozóvá válásának érdekeit szem előtt tartva, szíveskedjék eldönteni, hogy miként szeretné ezt a szolgáltatást működtetni. Én ezért terlekedem, ezt kívánom, mert különben nincsenek olyan rendező elvek, amihez a belső polgáraink és a befektetők a külvilág igazodni tud. Köszönöm szépen. A kérdésre Golob képviselő úr válaszol, ha a Szirmai képviselő úr maga elé engedi, mert ő előbb jelentkezett. Jó, maga elé engedi, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló itt a strómanságra gondol a tisztelt képviselő úr. Én úgy szeretném kilőni ezt, hogy eleve averzión van az ilyen stróman fellépésekkel szemben, és mindnyájunknak az van nyilvánvaló a bizottságban ezzel együtt. Na most, hogy ez jogilag hogy védhető ki, egyrészt úgy gondolom, hogy azzal, hogy a kamara, amikor a pályázatok kiírása megfogalmazódik, ott megfogalmazza az állásfoglalását, ugyanakkor, amit Galbács képviselő úr említett, teljesen azonos kompetenciák, illetve gazdasági megfontolások alapján álló két pályázat közül nyilvánvalóan a bent dolgozóké az elsőség. Erről többször is megemlékeztünk a bizottsági ülésen. Ugyanakkor az egyes gyógyszertár privatizálások eldöntése során nyilvánvalóan mérlegelni fogjuk természetesen a tanácsnokok, a szakértők, a kompetens emberek és szervezetek bevonásával, hogy az egyes jelentkezők, tehát ne csak gazdasági jellegű előterjesztéseiket vegyük figyelembe az egyes jelentkezőknél, hanem annak a hátterét is. Tehát amire rábizonyul, hogy ez valóban csak egy strómanság, hogy így mondjam, azt igyekezzük elkerülni. Ugyanakkor van egy szakmai előírás is, amely szerint biztosítani kell a gyógyszer ellátást a patikáknál. Tehát ezzel is kötve van az a lehetőség, hogy folyamatos legyen a gyógyszerellátás. Köszönöm. Most Szirmai képviselő úr, ha igényt tart. Köszönöm a szót, elnök úr. Csupán azt szeretném néhányak figyelmébe ajánlani, hogy most már lassan nem bízhatunk meg a vagyonkezelők Kft-ben, már a képviselőknek is keresik, hogy jártak-e patikába egyáltalán életükben. Szóval szeretném felvinni a figyelmet, hogy ez nem valami pszichés bumeráng effektus. Ugyanis ez a bizalmatlanságot most már lassan nem tudom kezelni. Az viszont, és Faragó képviselőnek szeretném mondani, az nem állja meg a helyét, hogy ez a számtalan nem állta meg a helyét a bizottságnál, megállta az a helyét. Egyértelműen csak az volt, hogy az eladással kapcsolatos ismerethiány egyáltalán hozta be azt, hogy volt egy 4-1-es szavazat abban a vonatkozásban, hogy megkérdezzük a vállalkozókat, hogy tulajdonképpen megveszik, akkor mennyiért. Na de ez egyáltalán nem jelenti, hogyha a vakló falnak megy, hogy bátor. Köszönöm. Kerényi Bödő, majd Faragó képviselő. Jó. Köszönöm a szót. Szeretném, ha a gazdasági bizottság előterjesztésében először is tisztáznánk valamit. Az egyes pont a következőről szól. Privatizációs feladatok elvégzésére megbízza, teljesen mindegy, hogy kit, tulajdonjog, bérleti jog, tartós bérbeadás esetén. Hármas pont. Külön-külön minden egyes gyógyszertárra vonatkozóan, melyben a pályázók a vételára
illetve a bérleti díj mértékére tegyenek ajánlatot. Most valamelyik nem igaz. Tehát vagy háromra kérünk ajánlatot, vagy kettőre. Második. Nagyon sajnálom, hogy itt ki lett mondva, hogy egy olyan bizottságnak mi a célja, mely gazdasággal foglalkozik. Hölgyeim és uraim, ez olyan, mintha a kártyát a kezünkben megfordítjuk. Ettől a perctől kezdve milyen ajánlatokat fogunk kapni, hisz mindenki tudja, hogy ennek mi lesz a sorsa. Ez azt erősítette meg bennem, annak ellenére, hogy egyetértettem azzal, hogy igenis meg kell szondázni egy piacot, de most már nem tudunk mit megszondáztatni. Ezért el kell dönteni a közgyűlésnek, hogy mi legyen a cél, hogy ez a pályázat mire készüljön. Igenis ez a pályázat kell, hogy arra készüljön, hogy a bérleti díj mértékére tegyenek ajánlatot. És ez a pályázat készüljön arra, hogy a tulajdonjog megvételére tegyenek pályázatot, de akkor meg kell tudnunk mondani, hogy mely patikák esetében. És nem csinálhatjuk azt meg, hogy globálisan mindegyikre. Hogy miért nem tehetjük meg? Mert akkor én el fogom mondani, nem a tévé nyilvánossága előtt, hogy ne adjak újabb étszákat, esetleg aki még önállóan nem jött rá, hogy milyen ajánlatokat kell tenni, de az érintetteknek el fogom mondani, hogy erre milyen szintű ajánlat várható. Többször elhangzott Farag úr képviselőtársamtól, hogy ez is ez a bizottság véleménye. A gazdasági bizottság, ki nagyon sokszor foglalkozott ezzel a témával, soha nem volt egységes. Megosztottak a vélemények, tehát azt kérem, hogy a gazdasági bizottság döntéseire csak olyan hivatkozás történjen, amit a gazdasági bizottság minden egyes tagjára tudott fogadni. Mielőtt vita lenne ebből, igen, jó, így pontosan. Jó, rendben van, bocsánat, ezt visszavonom, köszönöm szépen. Tehát a javaslatom a következő, tartsunk 10 perc szünetet. És mint szakcióvezető kérem. Akkor kénytelenek vagyunk teljesíteni, tehát 10 perc szünet, 55-ig. Ezzel akartam kezdeni, mikor kiosztották ezt a szünetet. Tudod, mit érdettem, amikor azt mondtam? Gábor, mit adunk érdekelni? Szerintem semmi, két ünnepet, nem, szerintem nincs értelme különösen. Kérném a képviselőket, foglalják el helyüket, mert folytatjuk. Megkérdezem Bödő képviselő urat, hogy emlékszik-e még arra, mit akart mondani. Jó, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én azt hiszem, hogy ezekben a gazdasági kérdésekben meglehetősen laikus vagyok, de talán a laikus tiszta szemével szólnék hozzá. Úgy érzem, hogy most egy ilyen bakháton fönnakadtunk, és valahogyan tovább kellene lépni. És ezért azt javasolnám, hogy eleve induljunk ki abból, hogy minden gyógyszertárat, ahol lehetőség van, hogy adjuk bérbe, amennyiben az bérbe veszik. Tehát ebből kellene kiindulnunk. Most, ha valahol ezt nem veszik bérbe, akkor
és vételi ajánlat van, akkor arra térjünk vissza a következő közgyűlésen, hiszen ez úgyis el fog addig tartani, mire mi újból összejövünk. Tehát ebben az esetben nem zárkoznánk el az elől sem, hogy esetleg egy vagy két vagy több patika eladásra kerüljön. Bár nekem meggyőződésem, hogy amennyiben mi abból indulunk ki, hogy a bent dolgozók fogják ezt bérbe venni, vagy illetve megvenni, akkor azt hiszem, hogy a vétel az nagyon háttérbe szorul, mert nem hiszem, hogy pont a patikusoknak van olyan rettenetes sok pénzük, hogy ők meg tudják vásárolni. De még mindig fennhagynánk ezt a lehetőséget. Ez az egyik. A másik, hogy teljesen egyértelmű vita folyik, hogy ki intézze ezt a dolgot. Én a Városi Vagyonkezelő Kft. Mellett foglalnék állást. Ugye falun ezt úgy mondják, hogy ugye ők a mi kutyánk kölykei. Tehát lényegében a mi vállalatunk, és ők először vállalták kevesebbért, mint a másik cég, aki utána vállalta. Ez az egyik, ez a másik. A harmadik dolog, hogy biztosítani kellene valamilyen pontban a visszavétel lehetőségét. Tudnilik, előfordul, hogy valaki bérbe veszi adott patikát, és ugye ki van kötve, hogy nem csinálhat belőle ugye borozót, ugye csak patika lehet, és közben nem boldogul vele, tönkre megy. Most akkor szerintem az nem megoldás, hogy egyszerűen bejelenti a csődöt és bezárja, hanem akkor biztosítani kellene azt a lehetőséget, hogy visszaadja, és újból valaki más bérbe vegye. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is Faragó László jelentkezett még a szünet előtt, igen. Kérdezem, a folyosói egyeztetéseknek van olyan eredménye, amit összefoglalva valaki el kíván mondani? Kerényi képviselő úr. Köszönöm a szót. Következő módosító indítványunk lenne, és illetve javaslatunk. Kérdésem az, hogy a elmondás sorrendjébe az előterjesztő be tudja fogadni. Egyik. A utoljára kiadott előterjesztés harmadik pontja, mely arról szól, a közgyűlés utasítja a Városi Vagyonkezelő Kft-t, hogy a Gazdasági és a Vállalkozási Bizottság kidolgozott és a közgyűlés által elfogadott privatizációs elvek szerint nyilvános pályázatot írjon ki. Külön-külön minden egyes gyógyszertára vonatkozóan, melyben a pályázók a bérleti díj mértékére tegyenek ajánlatot. A pályázati kiírás előtt ki kell kérni a szakmai érdekképviselet véleményét. A tartós bérbeadás időtartama minimum 5 év. Ez az egyik. Második. Kérem megkérdezni a Városi Vagyonkezelő Kft-t, hogy az általa tett árajánlatot tartja-e. Ehhez szorosan kapcsolódna. A privatizációs feladatok elvégzésével megbízza a Városi Vagyonkezelő Kft-t 4 millió forint bruttó összegér, azzal kitétellel, amelyik patikára nem érkezik bérbevételi szándék, arra a patikára kidolgozza a tulajdonjog eladását is. A negyedik pontban a pályázatok beérkezését követően a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság dönt a pályázatok elbírálásáról, mely bizottságba döntési joggal be kell vonni a Városi Vagyonkezelő Kft-t azon ingatlanok esetében, melyek a Városi Vagyonkezelő Kft. Tulajdonát illetik. Tehát ez a harmadik. Golob elnök úr azon megjegyzésére, hogy a gyógyszerész kamara milyen szinten vesz részt a tárgyalásokba, itt a gyógyszerész kamara által delegált egy fő tanácskozási joggal kerülne ide, és nem szavazati joggal. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, elnök úr, bizottsági elnök. Köszönöm szépen. Sorba próbálok válaszolni. Tekintve, hogy azon az ominózus bizottsági ülésen többségében a
Az előterjesztésben foglaltakat fogadta el a bizottság, csak azt tudom mondani, hogy a Kerényi képviselő úr által említett hármas pontot B-variációként tudom elfogadni, tehát szavazást kérek róla. De annyiban pontosítanám, hogy a közgyűlés utasítja a privatizálással megbízott céget. Tehát ha először erről szavazunk, akkor nyilván nem vehetjük bele, hogy a Városi Vagyonkezelő Kft-t, hanem a privatizálásra megbízott céget. Így, mint B-variációt szavazásra kérem bocsátani. Nyilvánvaló meg kell kérdezni a Városi Vagyonkezelő Kft-t, hogy ez a 4 millió forint bruttó összeg, ez elfogadható-e számukra, illetve mit tartalmaz? Benne van-e például a költségtérítés is, hirdetések, birtoklapok, ezzel kapcsolatos dolgok? És hát természetesen ezt is akkor meg kell szavaztatni. Ugyanúgy kérem megszavaztatni a Konzor Kft-t, amely szintén 4 millió forintos ajánlatot tett. Azon kívül kérem megszavaztatni, hogy a döntéseknél, az egyes patikáknál történő döntéseknél bevonandó Városi Vagyonkezelő Kft-t, nyilván azoknál a patikáknál kérne döntési jogot, ahol tulajdonos, hogy azt elfogadja a közgyűlés, mert ez közgyűlési döntés kell nyilvánvalóan. Az természetesen rendben van, és hát én is ezt mondtam, hogy a gyógyszerész kamarát tanácskozási joggal mindenképpen be kell vonni. Köszönöm szépen. Kerényi képviselő javasolta, hogy a Vagyonkezelő Kft. Vezetője nyilatkozzék egy bizonyos összegről. Ezt kérném, hogy tegye meg. A 4 millió forint bruttó összeget elfogadjuk. Tekintettel arra, hogy bruttó összegről van szó, természetesen ez magában foglalja a hirdetés költségeit. Azt szeretném még mondani a tisztelt közgyűlésnek, hogy volt egy korábbi közgyűlési határozat a patikák privatizációjáról, a számát nem tudom sajnos is kívülről megmondani, amin egyértelműen benne van, hogy a Kft-t csak olyan vonatkozásban kötelezi a közgyűlés, hogy a patikák tehát a Kft. Tulajdonában lévő patikák esetében a patikák privatizációját az önkormányzati patikák privatizációjához hasonló módon végezze el. Tehát azért kérem, hogy mindenképpen a döntésbe a Kft-t be kell vonni, mert ellenkező esetben ezzel a közgyűlési határozattal a mostani döntés ellentétes lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm, Galbács képviselő. Elfogadva a Kerényi képviselő által mondottakat, én egyre szeretném felhívni a tisztelt közgyűlés figyelmét egy bizonyos ellentmondásra, ami a módosító indítványban van, pont a hármas ponthoz téve. A közgyűlés utasítja a privatizációs feladatok ellátásával megbízott céget, hogy, és itt a lényeges, a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság által kidolgozott és a közgyűlés által elfogadott privációs elvek szerint. Nincsenek kidolgozva ezek a privatizációs elvek pillanatnyilag, és még bonyolítja a helyzetet, hogy a közgyűlés által elfogadott privatizációs elvek szerint. Tehát, ha ezeket az elveket később ki is dolgozza a Gazdasági Bizottság, akkor megint van egy kizáró tételünk, az, hogy a közgyűlés által elfogadott. Ha valóban fel akarjuk gyorsítani a pratika privatizációt, akkor csak azt tehetjük meg, hogy ezt így elfogadjuk, és holnap elfogadjuk a Gazdasági Bizottság által kidolgozott privatizációs elveket. Ezt másképp nem tudom elképzelni, mert különben csak a következő közgyűlés fogadhatná el. Nincsenek kidolgozva ezek az elvek. Ez, ami itt ebbe az előterjesztésben van, ez arra nem alkalmas. Szirmai képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. A döntés megkönnyítése érdekében javasolnám azt, hogy az egyes pontban, amit Kerényi képviselő úr mondott, tehát most arról beszélek, amit mi nyújtottunk a módosító indítvány, tehát a 400.000 forintos bruttó összegér vesző, amelyikre nem érkezik ajánlat, tehát ez tartalmazza. És hát nyilvánvalóan az is megoldás, hogyha a privatizálásra megbízott céget nem nevesítjünk meg, hogy városi vagyonkezelő, meg külön szavazunk rá, tehát az szintén belefér ebbe a javaslatban, illetve a határozati javaslatban. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Molnár képviselő. Elnézést kérek mindenkit, aki biztos, hogy nálam jobban ért a témához, csak a Hályok Kovácsnak a merészségével kérdezem, hogy nem lehetne a privatizációs elveket és technikákat a Gazdasági Bizottság által kidolgozandó efféle elveket későbbre, egy picit későbbre halasztani, de időt nem veszítve pályázati kiírás helyett egy előfelmérésként kiírni valami igényfelmérést. Igényfelmérésről van szó, amelyben a jelentkezők attól függően, hogy milyen bérleti konstrukciót, illetve milyen privatizációs ajánlatokat kapnak, ennek alapján már valamilyen reálisabb kép alakulhatna ki a Gazdasági Bizottság, vagy a ad hoc kialakított bizottság tagjaiban arra nézve, hogy melyik patikát milyen típusú privatizációs vagy bérleti eljárással érdemes megpályáztatni. Kérdezem én attól, aki tud válaszolni a kérdésem. Faragó képviselő úr jelentkezett, nem biztos, hogy erre akar válaszolni. Válaszoltam volna, de azért hadd mondjak el két dolgot. Messze menőkig osztom Kerényi úr aggájait, hogy amit tulajdonképpen itt folyik, az előre meghiúsítja azt, hogy itt komoly bevételeket lehessen elérni, és a privatizációban itt komoly ajánlatok jönnek, mert ha már így vetődnek fel a kérdés, hogy úgy is tudjuk, hogy már csak béletbe akarjuk adni, de azért kérdezzük meg, hát ha valaki tesz komoly összeget, ez nyilván, aki ebbe komoly összeget akar tenni, az nyilván az információt is begyűjti, és ha ilyen kiderült, és ezek szerint már kiderült a közgyűlés alatt, hogy ilyen komoly talán a teljes privatizáció irányába az önkormányzat szándéka, akkor nyilvánvalóan nem fognak érkezni már komoly privatizációs ajánlatok, és mindegy utólag igazolódik ez a prekoncepció, amit itt felvezettek. Az egyik, amire az előbb nem reagáltam, és mégis azért elmondanám, hogy azok az a morális aggályok, amit itt a strómansággal kapcsolatban itt többször elhangzottak, mind a bizottsági ülésen, mind a mai közgyűlésen, azért az ide vonatkozó jogszabályok ezt elég jól körbehatárolják. Egyrészt ugye csak személyjoggal rendelkező patikus kaphatja meg ezt a jogot, másrészt egy olyan BT, amelyben a beltag, gyógyszerész vagy gyógyszerészek, és mindenképpen a személyjoggal rendelkező gyógyszerésznek beltagnak kell lenni. Sőt, azt is előírja az ide vonatkozó törvény, hogy az ő tulajdoni részarányuk 25% kell minimum, hogy legyen, tehát ez eleve meghatározza azt, hogy a kültagok milyen mértékben részesedhetnek, tehát nagyon vissza van szólítva már törvényi szabályozással ennek a lehetősége. A másik pedig fölmerül a kérdés, hogyha a teljes privatizációval kapcsolatban ezek az aggályok merülnek fel, akkor ugyanúgy a bérleti díjjal kapcsolatban miért nem, hiszen a bérlettel kapcsolatban és ugyanúgy akkor BT-t alakíthatnak, ugyanúgy lehet benne stróman, és ugyanúgy a bérleten keresztül is kiszoríthatják a szegény patikust, ahogy itt fogalmaztak az elődjeim. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, mielőtt továbbadnám a szót, be kell, hogy jelentsem, hogy számomra úgy tűnik, hogy kezd szavaztathatatlanná válni ez a téma. Lenne egy eretnek javaslatom, amire itt még nem igen volt példa, a parlamentben már milliószor, hogy vagy a Gazdasági Bizottság, vagy ebben a témában tüsténkedő képviselők vonuljanak félre, és próbálják megszerkeszteni immáron írásba azt a javaslatot, aminek lehet hasonló témába alternatívaként AB pontja, amiről végül tudunk szavazni, mert Kerényi képviselő legalább 5 szavazást kért, Golob képviselő körülbelül 4-5-öt, és így tovább. Azt hiszem, hogy annyira szétesett ez a téma, hogy én érdemben nem hiszem, hogy le tudom vezényelni ezt a szavazást. Körömik ügyrend, vagy egyéb ügyrend? Elfogadom a polgármester javaslatát. Annyi kiegészítés, hogy az ember pontosan tudja, hogy ilyen fáradtan már lehetséges, hogy újabb hibák követődnek el. Én azt javasolnám, hogy a közgyűlés tekintse a vitát lezártnak majd, amikor lezáródik, mert ugye még folyik a vita. És holnapi nap során csak szavazásra, bocsánatot kérdések legyen szó, tehát írásos. Holnapi reggel, tehát holnap reggel folyamán nyilván folytatódik a közgyűlés, nyilván lesz a Gazdasági Bizottságnak a fönntartott javaslata, lesz vagy ez a javaslat, vagy ez valamivel még módosul, és benne az összes olyan felvetés, ami még idejött, és épp tenni akartam egyet, hogy nincs például határidő a 3-as pont, ami nagyon fontos. Tehát a privatizációs eljárás előkészítése mikor fejeződjék be, mikor induljon be a legelső privatizáció, ez megint a kiszámíthatóság miatt fontos. Tehát összes ilyen kiegészítéssel készüljön el két javaslat, és holnap reggel ne is nyissunk róla vitát,
hanem szavazással zárja a testület ezt a napi rendi pontot. A magam részéről elfogadom azt, hogy holnap ne legyen vita, de most még volt jelentkező Galbács és Szirmai képviselő, úgy gondolom. Nem kötelező. Gyorsan mondom, amiről beszélgettünk, én is azt szeretném javasolni, és erre próbálom rávenni a gazdasági bizottság elnökét, hogy holnap reggel a gazdasági bizottság ebben a témában jöjjön össze, írja le konkrétan a javaslatát, természetesen szélesen meghívva az mindazok a képviselőket, akik a témában érdekeltnek érzik magukat, illetve megfelelő ötlettel tudnak szolgálni. Én ezt tudom javasolni. Jó, remélem, hogy elfogadja a gazdasági bizottság vezetője is a Golob úr. Hát amennyiben a közgyűlése lesz, megszavaztatom, kénytelen lesz elfogadni. Szirmai képviselő úr. Köszönöm, ezek után nem mondok semmit, mert egyet értek ezzel. Akkor az előbbi javaslatot kérném szépen a közgyűléstől szavazza meg. Tehát, hogy holnap reggel a gazdasági bizottság üljön össze, és amennyiben van, illetve hát a kibővített gazdasági bizottság értelemszerűen, akik ebbe a témába exponálták magukat, és amennyiben van konszenzusos javaslat azt, amennyiben nincs, akkor megfelelő alternatívák föltültetésével egy kezelhető határozati javaslatot kérnénk közgyűlés elé. Tehát aki ezt elfogadja, azt kérem, igennel szavazom. Köszönöm, tehát az ügyrendi javaslatot a közgyűlés 42 igennel, két tartózkodás mellett fogadta el. Tehát gondolom akkor praktikusan reggel 8-kor a gazdasági bizottság össze fog ülni. Ehhez, képviselő úr? Én nem vagyok annyira optimista, hogy ehhez a 8 órát elégnek tartsam. Hamarabb kellene ezt, le kell írni, le kellene utána sokszorosítani. Én kevésnek tartom a 8 órát, 7 óra. Jó. Jó, bizottsági elnök úr. Jezünk ki 7:30-ban. Jó. A 49-es terem. Igen, köszönöm. Tehát fél... aki érdekelt, illetve érintett az ügyben, akkor legyen ott. Megfelelő titkárnővel, stb., hogy elkészülhessen 9-ig a... 28-as napirendi pont következik. Alapítói jog átruházása, dr. Farkas Károly az előterjesztője. Tisztelt közgyűlés, az előterjesztés szövegének változatlan fenntartása mellett a határozati javaslat első bekezdésébe egy pontosító módosítást tennék, mert itt nem a vállalat feletti alapító jogátruházásáról van szó, hiszen ez egy működő cég, hanem a pontos szöveg úgy módosulna, és csak a javaslat első bekezdése, hogy a közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy a Pannon Medicina gyógyszerellátó vállalattal kapcsolatos operatív alapítói feladatok ellátása során az önkormányzat képviseletében eljárjon a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. Ezt követően a második bekezdés maradna. Köszönöm. Köszönöm én is. Kérdezem, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás? Nincs. Akkor kérem, hogy a jegyző úr által szóban módosított határozati javaslatról szavazunk. Köszönöm, tehát az előterjesztést a közgyűlés 42 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. A következő napirendi pont a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Részvénytársaság alaptőke emelése. Az előterjesztéshez két megjegyzésem vagy kiegészíteni valóm lenne. Az egyik az, hogy gépelési hiba folytán a Dél-Tüzép RT névérték részvénye 22.660.000, a Pannonia sörgyáré pedig 30.760.000.
A másik pedig az, hogy úgy tűnik számomra, hogy az előterjesztés nem tartalmazza azt, hogy az anyagot a Gazdaság és a Költségvetési Bizottság tárgyalta és elfogadta. Ebben nagy szerepe volt mondjuk a részvénytársaság vezérigazgatójának, aki ezt a dolgot érdemben meg tudta világítani. A határozati javaslathoz nekem lenne egy kérésem a közgyűlés felé, és ezt röviden indokolnám. Egy olyan helyzet alakult ki, hogy a Magyar Fejlesztés és Beruházási Bank úgy tűnik, hogy tőkét szeretne a térségbe hozni. Jövő héten, 4-én kerül sor arra a tárgyalásra, ahol ennek a ajánlatnak a hogyanját, mikéntjét, a szereplői, ennek a témának a szereplői, tehát Pécsvárosa, Baranya megye, a Komló térségi fejlesztési tanács, a bányavagyonhasznosító és még néhányan az előbb említett bank képviselőivel meg tudnánk tárgyalni. Na most elképzelhető egy olyan konstrukció, hogy a bank egy olyan előnyös javaslattal jön, ami a RFI jelenlegi helyzetének az újragondolására készteti a város vezetését. Elképzelhető, hogy a javaslat olyan lesz, hogy semmi nem változik a jelenlegi helyzetben. Ezért szeretném a közgyűlést arra kérni, hogy az előterjesztést fogadja el, de egy olyan lebegtető határozat kiegészítéssel, miszerint a polgármestert a bekövetkező tárgyalások eredményének a figyelembevételével hatalmazza föl az értelemszerűen aláírás, vagy a szükséges aláírások megtételére. Nem tudom, elég világos volt, amelyik késő délután 17:30-kor. Tehát a szándék, a tőkeemelési szándék tulajdonképpen fönnáll a város részéről, és ebbe az időszakba érkezett a Magyar Beruházási és Fejlesztési Banknak az az ajánlata, ami miatt ezt a döntést most, hogy mondjam, nem lenne szabad élesíteni. Én kérném, hogy hozza meg a közgyűlés, de tartsuk vissza a tárgyalásokig magának a tőkeemelési aktusnak a véghezvitelét. Kérdezem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy van-e. Galbács képviselő úr. Arra szeretném az alpolgármester urat emlékeztetni, és tisztán emlékeztetni, tekintve, hogy nem a Költségvetési Bizottság az előterjesztője a jelenlegi alaptőkeemelésnek. A Költségvetési Bizottság egy olyan döntést hozott, ami természetesen az alpolgármester úrra nem kötelező erő, hogy javasolja, és ezt itt nekem el kell mondani, mivel az előterjesztésben nem szerepel, javasolja, hogy mivel az RFI mintegy több mint nettóba, több mint félmilliárdos alaptőkével rendelkezik, javasolta a Költségvetési Bizottság, hogy egy viszonylag egyszerűsített külső céggel nem átvilágítani, csak gazdaságilag meg kellene vizsgáltatni azt, hogy ez a félmilliárdos tőke valóban az RFI-nél hasznosul-e a város számára a legjobban. Szeretném arra emlékeztetni, hogy egy ilyen költségvetési bizottsági határozat létezik. Jó, hát csak a számokat pontosítva, az RFI-nél ma 212 millió forint értékű tőkénk van, és ott van a portfólió, de az nem tőke, és most lenne egy tőkeemelés, ami úgy hozzá, milliárd. Úgy igen. Úgy, úgy igen. Milliárd, úgy értettem ezzel igen. A tőkeemeléssel, úgy is mondtam. Jó, igen. Jó, hát ezek után fölmerül az a kérdés nyilvánvaló, hogy a közgyűlésnek kell állást foglalni abban, hogy ezt a vizsgálatot, amelyet csak oly módon lehet megoldani, hogy nyilván az RFI közgyűlésén kell képviselni ezt a kérést vagy kívánságot. Tehát Pécs, mint résztulajdonos, nem tudja rákényszeríteni egy több tulajdonosú társaságra így az akaratát. Tehát ennek a föloldására akkor kérnék javaslatot, hogy ez hogy és mennyiben megoldható. Nagy Csaba képviselő úr. Köszönöm. Szerintem a megoldás kulcsa az a Költségvetési Bizottság állásfoglalásában rejlik, amely az én értelmezésem szerint úgy szól, hogy a Költségvetési Bizottság felkéri a Pávas Zsolt polgármester urat, hogy kérjen egy szakmai véleményt arra, hogy a város érdekei mit kívánnak az RT-nél lévő, most szó szerint idézem, az RT-nél lévő 80%-os részesedést figyelembe véve a város portfóliójának kezelése, vagy annak megtartása célszerű-e.
Tehát a dolog az szerintem kicsit más, mint amit most a Galbács képviselő úr mondott, mert a Költségvetési Bizottsága javaslata, illetve állásfoglalás egy szakvéleményt kér arra vonatkozóan, hogy létezik-e a jelenlegi megoldásnál jobb, kedvezőbb megoldás az önkormányzat számára. Tehát annál a megoldásnál, hogy az RFI kezeli, az RFI-ben ilyen nagyságrendileg tulajdonosok vagyunk, illetve az RFI kezeli a portfólió vagyonunkat. Tehát úgy gondolom, hogy a Galbács képviselőtársam végül is egy szakértői véleményt kér az állásfoglalásunk alapján. Köszönöm. Jó, hát akkor, ha jól értem, ezt a polgármester úr bármikor kezdeményezheti, és hogy kitől, milyen szervezettől, ez egy másik történet, tessék képviselő. És ez természetesen sokkal kisebb költséggel jár, mint egy átvilágítási költség, erről szó sincs, csak egy külső független céggel ezt nagyon jó lenne megnézetni. Még egyszer mondom, hogy a hozzávetőlegesen 500 milliárd nettó tőkénk így hasznosul-e a legjobban. Jó, polgármester úr elment, de nyilvánvaló, hogy ezt a javaslatot én továbbítom számára, és ezt a szakvéleményt igyekszünk elkészíteni. Jó. Még annyit egyébként, hogy itt a tulajdonképpen részvény átkonvertálása történik egy másik részvényé, a RFI vagy a DDRFRT alaptőkéjébe levő részünkre, vagyonrészünkre, ugye idén az osztalék, ha jól emlékszem, 10% volt, és ezekre a portfólió papírokra pedig átlagában nem ért el a 3-at, ha jól emlékszem, a kapott tájékoztatása. De ettől függetlenül a képviselő úr, illetve a Költségvetési Bizottság javaslatát a polgármester úr nyilván meg fogja csináltatni. Tehát akkor körülmi képviselő. Tisztelt közgyűlés, én azt szeretném kérni minden képviselő társamtól, hogy szóval vegyük komolyan, hogy vannak gazdasági társaságaink. Ha vannak gazdasági társaságaink, akkor ne rontsuk a hitelüket a piacon azzal, hogy ezzel. Még hogyha ez bármilyen bizottsági vagy közgyűlési, egy gyönge felvetés legyen is, tehát abban van becsomagolva. Ugyanis soha egyetlen gazdasági társaság nem csinálja azt meg, hogy beül a tévényilvánossága elé, és beszél hozamról, meg átvilágításról, meg miközben az MBFBRT-vel szeretnék jövő héten megállapodni. Ennyit szerettem volna elmondani. Mert ha folytatnám, akkor én magam is abban hibába esnek. Jó, hát körömi képviselő úr szívem szerint szól, de ezek után meg kell kérdeznem a Költségvetési Bizottság elnökét, vagy magát a Költségvetési Bizottságot, hogy ezt a javaslatot, kérést föntartják-e, mert vannak mellette szóló és vannak ellene szóló érvek is. Tisztelt alpolgármester úr, én nem véletlenül nem szóltam a közgyűlés előtt, véleményem szerint ez egy belső ügyünk, tehát a Költségvetési Bizottság egy véleményt kér, amit javasol a polgármester úrnak, hogy kérje meg egy szakértőtől, ez teljesen belső ügyünk. Szerintem ezt elő se kellett volna hozni. Tehát sem szavazni a közgyűlésnek nem kell. Nem is nagyon értem, hogy a Galbács képviselőtársam ezt most itt miért mondta el, mert ha nem mondja el, akkor is az történik, hogy a polgármester úr megkapja ezt az állásfoglalást, és ez alapján csinál valamit az állásfoglalással. Vagy azt mondja nekünk, hogy nem látja ennek értelmét és meggyőz erről, vagy valamit csinál az állásfoglaláson, akkor magyarán kér egy ilyen szakértői véleményt. Tehát nem tudom, hogy mit mondjuk. Képviselő úr biztosra akart menni, tehát akkor most amennyiben nincs egyéb hozzászólás, akkor kérdezem, hogy a leírt határozati javaslat azzal a kiegészítéssel, hogy a ide tartozó dokumentumok aláírására a polgármester úr részéről csak az MBFB-s tárgyalások lezárása után kerül sor. Tehát így szeretném kérni a képviselőtestület döntését. Köszönöm, a közgyűlés a módosított határozati javaslatot 39 igen és egy tartózkodás mellett fogadta el. A következő a 31-es számú napi rend üzlet eladások tilalmi listájának kiegészítése. Itt a előterjesztő jó magam vagyok, de igazából a közüzemi részvénytársaság anyaga.
amennyiben én aláírni bátorkodtam, az a Város és Környezetfejlesztési Bizottság támogató javaslata, és értelemszerűen nekem nincs kiegészíteni valóm az előterjesztésed. Ha nincs hozzászólás az előterjesztéshez, akkor kérem a szavazást. Köszönöm, a közgyűlés 39 szavazattal egyhangulag elfogadta az előterjesztést. Következik a 32-es számú előterjesztés, újpatacsi társasházas lakóterkek értékesítése. Előterjesztőként nincs hozzáfűzni valóm. Kérdés van-e az előterjesztéshez? Nincs, akkor kérem a szavazást. Köszönöm, a közgyűlés az előterjesztést 41 igen szavazattal egyhangulag fogadta el. Következik a Pécs Avar utca 35.276/57 helyrajzi számú telek eladása, előterjesztő Golob Ferenc bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót. Tulajdonképpen csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy eddig úgymond gazdátlan telken értékteremtő beruházás következne be a tisztelt közgyűlés igenlő döntése alapján, amit ezúttal kérek. Köszönöm. Köszönöm, Rizsné képviselő. Tisztelt közgyűlés. Mióta megkaptam az előterjesztést, tagályaim vannak az előterjesztéssel kapcsolatban. Előjáróban hangsúlyozom, hogy nem vagyok garázsellenes, sőt, szeretném, ha minél több lenne a városban. De ennél az eladásnál vannak aggályaim. Mik az aggályaim? Egy saroktelekről van szó, közművesített területen, úthálózat kiépítve, intézményrendszerekkel körülvéve. Mint kommunális bizottság tagja, el kell mondanom, hogy ez egy érték, ez a telek, holott olyan területen fejlesztünk, Tiborc utca, vagy mondhatok még utcákat, ahol 1000 forintba kerül egy családi ház négyzetméter közművesítése, teljes közművesítésbe. Az anyagból látszik, hogy itt a funkciót többször változtatták, és az önkormányzat sem figyelt megfelelően erre a területre. Volt ez játszótér, tartalékterület, stb. Nekem ilyen kérdések merültek fel bennem. Miért nem változtatták meg a rendezési tervet az évek folyamán? Hogyan illeszkedik ebbe az intézményrendszerbe, a városi tervbe ez a garázs építmény? Nekem változatlanul az a véleményem, hogy ezt a telket lakás céljára kellett volna hasznosítani, és kellene hasznosítani. Garázsokat elsősorban oda telepítsünk, ahol infrastruktúra nincs. Itt réteg ilyen közműellátottság, útépítés, intézménykörzetbe ezt megépíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Golob képviselő úr. Itt szeretnék hozzátenni, hogy az előterjesztés első oldalán ott a középen oda van írva, hogy a két földrészlet garázsokkal történő beépíthetőségét az elmúlt év végén jóváhagyott általános rendezési terv újból megerősítette. Tehát ilyesfajta probléma nem merülhet fel. Köszönöm. Molnár vagy Pacúr képviselő úr? Molnár.
vitában vagyunk a Költségvetési Bizottság elnökével. Itt körömi képviselőtársammal együttesen akartunk egy módosító indítványt tenni a határozati javaslat 4-es pontjaként. Az a szöveg kerülne be, hogy az értékesítésből befolyó összeg a városi üzemeltetési előirányzaton belül a parkok zöld felületek gondozására fordítható alponttól keretét növelje. Azért javasoltuk volna, illetve javaslom mindenképpen ezt a célzott felhasználását a bevételnek, mert mind az előterjesztés szöveges részéből kitűnik, hogy zöld felület park létrehozása volt az eredeti város koncepció e területtel kapcsolatban. Továbbá indokolja ezt a magyarországi városok összehasonlító viszonylatában is hihetetlenül alacsony park fenntartása és zöld felület gondozásra fordított, Pécset fordított összeg, ami nem is tudom, 10 forint per négyzetméter, vagy valami ilyen nagyságrendű, tehát jelentéktelen. És jó lenne ezt precedensként kiterjeszteni minden olyan esetben, amikor egy amúgy valamilyen szintű zöld felületet, parkot próbálunk funkcionálisan átalakítani, illetve elvonni a város zöld területeiből. Ez lenne a módosító indítványunk. Jó, köszönöm szépen. Más javaslat, Nagy Csaba képviselő. Köszönöm szépen, én csak szeretném megkérni a pénzügyi iroda vezetőjét, hogy tájékoztassa a közgyűlést, hogy júniusban hogy álltak az ingatlan eladási bevételeink ahhoz képest, ami a költségvetési rendeletünkben bent van. Köszönöm szépen. Iroda vezető. Igen, akkor nagyon röviden szeretném. Amennyiben szorosan a kérdéshez tartozik. Hát... Ez nagyon rövid lesz, mert a tervben ugye 600 millió szerepel. A június 14-i könyvelési állapot szerint 219 millió forint bevételünk volt. Köszönöm szépen. Staub, majd Molnár képviselő. Köszönöm. Mint a körzet egyéni képviselője jelezném, hogy a lakóközösség, a szerveződő közösség az nagyon hosszú ideje vár már erre a döntésre. Ugyanis, mint az előterjesztésből is kiderül, a földnyilvántartásban tévesen közterületként szerepelt, ezért itt korábban felvetődött egy kisebb zöld terület, stb. Nem olvasom fel. Tehát emiatt volt egy hosszú adminisztratív átfutása a dolognak, fogadóórámon fél évvel ezelőtt is kerestek már az ügybe, a közüzemi RTS sokkal hamarabb beadták már az igényeket, tehát minél előbbi döntést vár az ottani közösség. Molnár képviselő. Én nem a előterjesztésnek a többi pontját vitatom és megváltoztatni szándékozom, hiszen ágában sincs helyén való, hogy ott garázs épüljön, csak az ebből származó bevételt. Igen, jó. Tehát támogatom, hogy minél előbb értékesítésre kerüljön. Csak a bevétel felhasználásának a címét nevesítettem. Na most azzal kapcsolatban, hogy 210-valahány milliónál áll a 600 millióra tervezett ingatlan értékesítési bevétel, azt tudom mondani, hogy akik átolvasták a közgyűlésnek az anyagát, azt is, ami előttünk áll, és biztos vagyok benne, hogy mindenki megtette ezt, ez látja, hogy egy 100 milliós nagyságrendű értékesítés tüstént elénk kerül, és várható, hogy akkor az időarányos rész 100 millióval felugrik, azaz éppen a fél évi bevételi előirányzatnál tartunk, tehát semmi okunk két egyre aggályra a 600 millió teljesülését illetőleg. Köszönöm. Jó, örülünk a Költségvetési Bizottság tagjai szellemi párbajának. Nagy Csaba képviselő. Igen, nagyon rövid leszek. Én úgy vélem, hogy azon a zoomiózus előterjesztésben, hogy ez a 100 millió forintos bevétel, ez nem 1995-ben várható, hanem 1996-ban. Csak ennyit szerettem volna hozzátenni. Show képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném bejelenteni, hogy csatlakozom Molnár Tamás képviselő úr indítványához. A negyedik pontba vegyük fel, hogy a befolyt összeget zöld területek karbantartására használjuk fel, és ugyanakkor Nagy Csaba képviselőtársamnak szeretném megemlíteni, hogy ettől az ingatlan értékesítési bevételünk ugyanannyi marad. Köszönöm szépen. Hát most hadd mondjam el a Költségvetési Bizottság elnökének az aggájait, ha szabad. A bevétel ugyanannyi marad, csak az a bevétel már le van tervezve, szép magyar szóval megmondva, máshova. Tehát ilyen módon csökken a
más célra használható pénzösszeg ennek a zárával. Egyébként a zöld területtel kapcsolatban tökéletesen egyetértek én magam is, de akkor ezt valahogy generálba kellett volna rendezni, és a költségvetés módosításának lehetett volna akár mondjuk 5-10 milliót még erre a célra fordítani, mert egyébként 14 forint az egy négyzetméterre jutó költség, és ennek azt hiszem a következő városban is háromszorosa van, és ez a Hónaig érő, ma már Szavannához hasonlító pécsi zöld közterületeken sajnos meg is látszik. Volt egy módosító javaslat, amennyiben nincs több hozzászólás, Molnár Tamás képviselő úré csatlakozott hozzá, Sólászló képviselő úr, tehát erről kérnék szavazást. Köszönöm, a javaslat 28 igen szavazatot kapott, 7 nem és 5 tartózkodás mellett ezzel a módosító indítvány beépült az előterjesztésbe. Kérem akkor a határozati javaslat teljes egészére a döntést. Módosított határozati javaslatot 38 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés. Tisztelt közgyűlés, itt szeretnék emlékeztetni a napirend megalkotása során egy kérésre, amit Nagy Csaba bizottsági elnök úr tolmácsolt, hogy az általa jegyzett illetékekről szóló illetve bizonyos illetéki törvény módosításából származó fizetési kötelezettség tárgyú előterjesztést szeretném mindenképpen a mai napon tárgyalni, úgyhogy ha a közgyűlésnek nincs kifogás, akkor ezzel teljesítenénk, és így mennénk tovább. Ez egy kiosztásos anyag, ha jól emlékszem. És így néz ki. Jó, elnök úr megtalálta, akkor kérném szépen, hogy terjesszen. Csak arra vártam, hogy hát a szavazás lesz az ügyben, de úgy néz ki, hogy nem lesz, akkor mondom. Tehát tisztelt közgyűlés, a lényeg az előterjesztésnek az, hogy a 1994-ben hozott a közgyűlés egy 89 számú határozatot, amit 259-es határozattal módosított, és ebben az szerepel, hogy a közüzemi RT a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok eladásából, illetve a nettó vételárból 3%-kal részesedik azért, hogy az ügyeket végigviszi és az eladásokat lefolytatja. Egy törvényi változás történt most az elmúlt napokban, az úgynevezett bokros csomag keretében a vagyonkezelő Kft., illetve a közemi RT közötti ingatlanmozgást egy 2%-os illeték terheli. Az előterjesztésnek az a lényege, hogy a közemi RT a 3% terhére füzesse ki ezt a 2%-os illetéki kötelezettségét, illetve kötelezettségünket, és ne a város költségvetését terhelje, mert olyan helyzetben van a város költségvetése, hogy ezt már felvállalni nem tudja. Még azt azért szeretném elmondani, hogy az ingatlan eladások gyakorlatilag már lezárodtak, és csak ez pár ingatlant érint, viszont mégis költségvetést érintene abban az esetben, ha ezt nem fogadnánk el, és ezért kérem, hogy a határozati javaslatot a közgyűlés fogadja el. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm én is. Takás György a közüzemi RT részéről. Köszönöm a szót, elnök úr. Csak azt a hozzáfűzést szeretném tenni, hogy a határozati javaslatban határidőként az azonnal van megjelölve. Én úgy tudom, hogy a törvény augusztus 1-től fog életbe lépni. Szeretném, ha olyként módosulhatna a határozati javaslat, hogy a törvény hatályba lépésétől számítva. Ez így jó, mert én július 1-ről tudok, augusztus 1-ről, de így jó, hogyha a törvény hatályba lépés. Ez megoldja a tudatlanságunkat, minkettőnkét.
Jó, tehát egyéb megjegyzés nincs a javaslathoz, akkor szavazást kérek. Közgyűlés az előterjesztés 40 igen szavazattal egy tartózkodás mellett fogadta el. Következik a 34-es sorszámú előterjesztés Márton utca 4 szám alatti ingatlan értékesítése. Előterjesztő dr. Kautek Anna Mária, akit én még ma nem láttam. Varga Pál Józsefné? Igen. Nincs hozzáfűzni való. Jó, akkor viszont a Pac úr képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A határozati javaslat 3-as pontjának A alpontjában hivatkozott együttes bizottsági ülés soros elnökeként hat javasoljam azt, hogy ez az A alternatíva kerüljön ki a szavazandó határozati javaslatból. Egyidejűleg javasolnám, hogy a B pont szövegszerűen az alábbiakra módosuljon. A GAVÁP határozatával megegyezően 11 millió forintban fogadja el úgy, hogy a bérlő elhelyezése az önkormányzat részére vásárolt lakásba, és a másik önkormányzati bérlakás visszapótlása is a vállalkozót terheli. Köszönöm szépen. Jó, kérdezem az előterjesztőt, hogy ez egy egyeztetett... Nem hallok egy szót sem. Oké. Golob képviselő úr. Megerősíteném, hogy egyeztettünk, és ez egy közös megfogalmazás. Jó, tehát akkor nincs alternatíva. Kérdezem, hogy van-e észrevétel a javaslathoz, vagy az előterjesztéshez. Ha nincs, akkor immáron a 3-as pont A nélküli és a B pont, a kiegészített B pontról történik a szavazás, tehát kérem a közgyűlés szavazzon. Köszönöm, a közgyűlés 38 igen szavazattal, egy nemmel fogadta el az előterjesztést. Következő a 35-ös Bök János utca 16207 helyrajzi számú ingatlan megvétele vagy eladása, ez majd kiderül. Dr. Faragó László. Nincs kiegészíteni valamit, köszönöm. Köszönöm én is. Gonda képviselő úr. Köszönöm a szót. Én arra szeretném felhívni a tisztelt képviselők figyelmét, hogy a költségvetésünkben erre a célra 8 millió áll rendelkezésre. Én azt szeretném javasolni, hogy a megmaradt 2 milliót az illetékes környezetvédelmi bizottság, környezeti ügyekkel foglalkozó bizottság használassa fel, így a 11 millióval szemben kis részben már tudunk törleszteni, így tán könnyebb lesz az év hátralevő részében a többi 9 milliót hozzá megtalálnunk. Jó, hát amennyiben Faragó bizottság elnök úr nem tiltakozik, akkor gondolom ez is az előterjesztés részévé válik. Tehát így kérem a közgyűlés döntését. A közgyűlés 39 igen szavazattal egyhangulag fogadta el az előterjesztés. A 36-os számú napirendi pont, Debreceni Márton utca 30 számú ingatlan hasznosítása, előterjesztő Varga Pál Józsefné. Nincs hozzáfűzni való, Nagy Csaba képviselő úrnak van. Köszönöm szépen, a polgármester úr, én egy olyan jellegű módosító indítványt tennék, hogy véleményem szerint nem kell ilyen könnyen lemondani, még akkor is, hogyha bármiféle olyan alapítványról van szó, amit nagyon szeretnénk támogatni, ingatlan vagyonról csak úgy. Én ehhez egy másik megoldást javasolnánk, egy tartós bérletbeadást, ami legalább 20-25 évre szólna, és aminek a bérleti díja gyakorlatilag ugye 1 forint lenne, hogyha ezt így akarnánk megfogalmazni.
Tehát mindenképpen azt szeretném javasolni a közgyűlésnek, hogy ne adjuk oda a tulajdont ennek az alapítványnak, hanem tartós béletbe adjuk oda ezt az épületet, illetve építményt. Javaslom a 25 évet. Köszönöm szépen. Faragó képviselő úr. Háttér információ, ebben az esetben úgy tudom, hogy nem tudja a Goodwill alapítvány elfogadni, mert ahhoz, hogy föl tudják újítani az épületet, ahhoz tulajdonjogot kell igazolniuk, akkor valószínűleg elállnak a hasznosítástól. Egyébként tudomásom szerint az épület többször meg lett hirdetve, senkinek nem kellett, kilopták az ablakot, ajtót, parkettát, össze fog lassan dőlni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Nagy Csaba képviselő. Sajnos nekem ez a háttérinformációm nem volt meg, tehát akkor ezennel tisztelettel elnézést kérek az időhúzásért, és visszaléptem a javaslatot. Köszönöm szépen, tehát akkor amennyiben nincs hozzászólás, az alap előterjesztésről, illetve határozatról szavazunk. Kérem a szavazást. Közülés 41 igen szavazattal egyhangulag fogadta el a határozati javaslatot. 37-es sorszám alatt felsőfokú nővérképző főiskola részére ingatlan elidegenítése, népszerű nevén Rét utca 4, amint a zárójel tartalmazza, dr. Farkas Károly. Jegyző úr. Köszönöm, nincs kiegészítés. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e észrevétel? Annyi, hogy itt derült ki, hogy a párbajban Nagy Csaba győzött Molnár Tamásra szemben, mert valóban 96 évi a fizetés. Jó, ha nincs hozzászólás, akkor kérem a szavazást. Már pénz sincs benne. Pénz sincs benne. Köszönöm, a közgyűlés 41 igen szavazattal egyhangulag fogadta el az előterjesztést. Következik a pillanat, az utolsó oldalra, célegyenesbe értünk. A 38-as sorszámú napirendi előterjesztés pécsi krematórium építéséhez kezesség vállalása, dr. Farkas Károly jegyző úr az előterjesztője. Köszönöm, nincs kiegészítés. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e hozzászólás, Staub Ernő képviselő úr? Egy kérdésem lenne, ami nem a szerződéshez kapcsolódna, hanem a krematórium helyéhez. Itt arról van szó, hogy Pécset a Siklós út keleti fővonalán ennyi van. Na most a Siklós út keleti fővonalától, ami ugye valóban a temető egy része, déli és nyugati irányban is lakótelep van, úgy 100 méterre. A krematórium látványa szorosan véve nem tartozik hozzá a komfort érzéshez. Ezért kérdezem a jegyzőröt, hogy lehet-e tudni valamit a helyéről, mert ott a Nagy Árpádi völgy az azért ennek sokkal inkább megfelelne. Ez a Siklós út keleti fővonala, ez nem túl pontos számomra. Lehet-e már tudni erről valamit, hogy hova kell? Igen, köszönöm a kérdést és elnézést, hogy kifelejtettük az előterjesztésből. A krematórium tervezett helye ez a keresztes pusztai gazdaság területéből a beruházó által vásárolt terület. Ez a keresztes pusztai épületcsoport és a pogányi bekötő út közötti területen, vagy Reménypuszta és a Pogányi bekötőút között elhelyezkedő területen van. A rendezési terv perspektívikusan, de ez az ezredforduló utáni kérdés, a pécsi köztemetőt kitelepíti a Remény, a volt Respuszta, vagy Reménypusztai TS követő területre, és a leendő köztemető és a közút közötti területen tulajdonképp egy közparkba fog elhelyezkedni. Ez a nem szívderítő, de amúgy egy végtelenül esztétikus és a környezetre semmilyen hatással nem levő létesítmény.
tehát távol a város közigazgatási határán kívül helyezkedik-e? Köszönöm szépen, jegyző úr. Kerényi majd... Mindjárt. Tehát Kerényi képviselő úr. Köszönöm a szót. Az előterjesztésben a garanciavállalásról vannak megoldások. Ezek a garanciavállalások a szerződésben nem ismétlődnek. Tehát a kérdésem a következő. Ha az önkormányzat készfizető kezességet vállal, és nem történik meg a törlesztés. Itt két megoldási javaslat van. Az egyik az, hogy a kezességvállalása egyidejűleg vételi jogot, opciót ad 100 forint plusz áfa vételáron az önkormányzat javára. A másik megoldás is ismertetve van. Kérdezem most a kettő közül melyik lesz? Tehát a biztosítékok mértéke hogyan működik itt? Jó, gondolom a kérdésre jegyző úr válaszol, és utána megszerint. Tisztelt közgyűlés, a képviselő úr kérdésére nem tudok egyenes választ adni, mert ez tárgyalások kérdése. Nyilván, ha erre sor kerül, akkor a polgármester úr felhatalmazás alapján nyilván a legkedvezőbb feltételeket keresve tárgyalásba fog kezdeni, vagy fogunk kezdeni, és természetes, hogy mindenfajta kötelezettségvállalás előtt a közgyűlést tájékoztatjuk, tehát nem a közgyűlés megkerülésével kérjük ezt a felhatalmazást, hanem a tárgyalások lefolytatásához ebbe az esetbe, amit Kerényi képviselő úr feltételez. Meixner képviselő. Egy roppant rövid kérdésem lesz, jegyző úr. Tárgyalta-e ezt valamelyik bizottság, ezt az anyagot, lévén, hogy ennek komoly gazdasági következményei is lehetnek? Nem az anyag ellen kívánnék szólni, hanem az az érzésem, hogy ez nagyon gyorsan került ide. Van-e ennek valamilyen oka? Tisztelt közgyűlés, az elmúlt közgyűlés... ről hívtak ki, amikor ez a beruházó cég itt a német féllel együtt megjelent, és én akkor egy rövid tájékoztatást adtam a közgyűlésnek, előadva, hogy az idő azért rövid, mert az építési engedélyt a műszaki iroda kiadta, július 1-e után indulna ez a beruházás. A beruházó fél kérte a júliusig való állásfoglalást ezen előterjesztés tárgyát képező kötelezettségvállalás kérdésébe, illetve kezességvállalás kérdésébe. A bizottságoknál körbe forgatni nem volt módunk az előterjesztést, a jogi és ügyrendi bizottság érdemben foglalkozott vele. Köszönöm. Van-e még észrevétel az előterjesztéshez? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Kedves nézőink, az elmúlt órákban délelőtt 9 órától önök a városi közgyűlés nyári szünet előtti utolsó ülésének a munkáját látták. Ezzel a szavazással azonban be kell fejeznünk az élő közvetítést, hiszen a frekvencia használat csupán 18-szor egy engedélyezett számunkra. A rögzítést természetesen tovább folytatjuk, így a szokásos szombati ismétlés során önök tájékozódhatnak a mai nap további döntéseiről. Amennyiben a testület ma nem tud a még hátralevő 10 napirendi pont végére érni, úgy holnap 9 órától folytatja a közgyűlés a munkáját. Mi azonban nem tudjuk közvetíteni ezt a holnapi műsort, a közgyűlés munkáját, azonban önök a Városi Televízió hírműsorában a Pécsmában pénteken este 7 órától összefoglalót láthatnak az eseményekről. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra!